Szavasztos kacok, halihó! Üdvözlök mindenkit! Szervusztok, újra itt vagyunk. World of Warships. Picit megcsúsztunk, mert hát próbáltuk itt összekanalazni a Giffinek itt a gondját, baját, hogy neki miért nincsenek olyan dolgai a játékban. Armorimban dokiadom nincs. Elnézést kívánok. Ami nekünk is így van, hát maradjunk egyébként, hogy folyamatban van a dolog, de elméletileg itt van, tehát igen, most itt leszünk négyen, itt van velem a Spirit, Icy és a Gifid. Sziasztok, hello! Hello, szép jó estét mindenkinek! És akkor innentől össze fog minket keverni mindenki? Mert egyszerre mondtam! Engem biztos nem, mert tudják, hogy ki vagyok. Nem fognak összekeverni. Nem. Igen, mert itt van még prémium napot sem tudok venni. Itt van velünk Spirit Icy, és akkor Icy mondja, jaj, sziasztok. Jó van ez. Tudja mindenki, hogy ki kicsoda szerintem. Ha meg nem, akkor majd idővel rájön. Végig kell nézni a streamet. Gifidnek ment egy inv. Spiritnek is ment egy inv. Mentek az invek. Jó. És igen, nyomhatjuk tovább még az aszimmetrikust. Én most el vagyok maradva itt a dockyardos küldetésekkel, mert hát a citadellát az istenése akarta beadni a játék. Hát a másik meg a rombolósa kepet kell húzni. Ja, ezeket majd meg kell pörgetnem. Egy picit. Úgyhogy most itt lesz rá az esély, meg a lehetőség. Szavaztok, hello Áram, Doron, Pete, szavasz Gabec. Szavasz Kobold, mi a helyzet? RNC Wobbs 2024. Várjál, az permafestés lesz, igaz? Kanadai permafestés? Kanadai-es? Ez? Mindjárt ránézek. $60. Köszi Tomász a szabot, köszi! Köszi haver! Mindjárt meg is nézem, mert ugye van egy olyan oldal, ahol ki szokták írni az összes ilyen kórot, mert mit tudom én, és akkor le szoktam csekkolni. Kanadai szimból. Igen. Nem tudom miért, de most az ázsiai szerveren megint van külön egy olyan kód, ahol adnak egy nap prémiumot, meg négy vegyes Common Echo boostot. Mindegy. Mindjárt beütöm én ezt meglátjuk, hogy mit csinál. Nem, tudom, május 5-én jelent meg. Aha. Vagy a környékén. Mindjárt lecsekkolom, fél pillanat. Központot nyissa meg a központot. Igen, oda, és akkor ránézünk. Jó, pipa, elfogadta. Ja, Canada Day. Azt kidobta szépen. A Canada Day-t. Na! Na, vettem prémium napot. Yeah. Jó, a Gifid. Inf? Küldtem invet. Hát ha látnám, hogy hol van. Hol? Message. Hogy hol? Invitation. Lejárt szerintem, mert nem hozza fel. Látni látom, hogy meghívtál, csak egy küldj egy újat, léci. Küldöm. Igen, mert egy érvényes volt még, de... Igen. Lehet, hogy... Hát ott arra fele lehet, hogy más időzóna van, tudod. Lehet, hogy ott van a dockyardod mellett. Amúgy nem vicc. Nekem nem hozza fel, úgyhogy én ezt ma kihagyom, srácok. Ha, nincs az a... Figyelj csak, fönt van egy olyan lehetőség, hogy a divízióknál. Igen. De senki meg kinyitja a szakaszt. Itt van. Azaz, nagyon jó, oké. Okay. És kedves
Gifid, ott a ready gomb mellett balra kikeresi a szakaszt, és betetszik csatlakozni. Oda néz! Nem menekülsz. Azt hitted mi? Aha. De ugye, úgy is jó ez a kliás, tényleg. Úgy ismersz engem, hogy megengedem, hogy elmeneküljél csak úgy. Nem úgy van az. Kéne nekem egy kikötő. Tényleg gyorsan akkor még le is csekkoljuk ezt a curugis történetet, ami volt. Az igen, az első öt, figyeljetek, az első, ugye az első öt kapta meg a curugit, meg az egyéb töcsöléket mellé. 812.525 basic speed szerzett az első. Akkor az mennyit játszhatott? Nem sokat. Az öt... Ugye, ez a... Igen? Elkezdtem hétfőn játszani, és hétfőn abba hagytam két héttel később. Azt hittem, hogy igaz nap. Mert az ötödik, az 671.868-al ötödik. Az ötödik. Tehát azért az... na. Az, ha 1000 basic speed, az akkor is kurva sok csata. Mhm. És erre azt hiszem 5 nap volt, 6 nap volt? Így pontosan? Szerintem ezt úgy oldották meg, heki. Igen. Hogy Pistiki elkezdett játszani, 4 óra múlva Józsika leváltotta, 4 óra múlva leváltotta Béla, ugyanaz azon az akunton, aztán megint jött Pistike, megint jött Béla, megint jött Józsika. Igen, ebben van ráció. Igen. Igen. Oha, mit csak most rakta be, hogy ott vagyok? Ja, amúgy ma délelőtt csak egy szimplán beléptem, és legalább egy háromszor átdobott valami egyik szerverrel a másikra. Valamit csinálnak a szerverrel. Most vagy új vagy új szerverpark lesz, vagy frissítik a meglévőt, de valamit bütykőnek vele. Tehát valamit nagyon elbattak, igen. De az a poén, hogy ez mindig csütörtökön. De hát ha egyszer játszanánk szerdán, akkor szerdán lenne, hidd el. Ja, ha persze, magamból kiindulva, ahogy ne. Ez így szokott lenni. Természetesen. Töltök magamnak egy kis innivalót. Mindenki előtt van egy kis cukros valami? Akármi? Igen. Mondta tele szája, igen. Ez jött három csokit. Jól van, nem csalódtam benne ezt, Pilit, nem csalódtam. Tej kalamára kérlek szépen, igazi lengyel tej kalam. Nem, lehet Pilit a D-Day véget, de viszont azt is tudni kell, hogy normál esetben ma kellett volna a frissítésnek lennie, mert 4 hét, ugye? 4 hetente van frissítés, és most egy hetet csúszik. Egy hetet csúszik az egész. Na, Gifidem, te vagy mellettem a... Lajos Annával? Aha. Mit akarsz? Annyit tudok neked mondani, hogy szerintem eddig gyereje a hajóval. Ne lőjenek szét ide. Meddig? Ja? Ora, és nézzél befele C-re. Én meg itt, hát próbálok neked valamit majd alkotni. Jó? Jó. Van hordozó, látom, hoztatok izét, cirkálót, akkor lehet repülőket lövődözni. De hát nyugi, no fly zone-nal jöttem. Jó, helyes. Nekem meg kepelni kellene, meg aztán BB-vel kellene majd cickókat lőni. Egynek elment. 8 repülő mínusz. Van DD, Kagero Z23, meg Grom. De jó. Szavaztok, hellóskacok, szavaztok. Gyönyörű emberek.
Olyan fura, hogy megyek így a francia rombolóval, és az az érzésem támad, mint amikor annak idején a játékban nem volt ennyi hajó, és ez volt a... Hogy is mondjam a... Ott egy kansos. Uh-huh. Meg egy hauk. Meg egy amagi, meg egy Bismarck. Meg valaki spotolt. Á, látom. Itt egy groom, arra már nem tudok ráugrani. Jó, nem baj, intézem. Én meg támadom a kansost. Ha marad repülőm rá, nem maradt. Az a szúrás. Nem is eltaláltam. Ja, fordulok vissza, mert itt... Anyád, picsáját. Jaj. Az a Grom az meghalt elvileg. Hol lehet lejjebb venni az effektek hangerejét? De most nekem is egy kicsit hangos volt. Na azért. Szép. Hűh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 
Jó, ne találj már el, ha nem látsz, jó? Léci. Tolok egy harakirit valószínűleg. Kritika motor. De ne tűnjön már el. Ja, az jó! Én is így szeretem kezdeni a játékot. 30.000 HP minusz. Kemények, kemények, vigyázni kell. Mindenki engem néz. De miért? Hóki még mindig engem figyel. Az aggasztó. Mindjárt elmúlik, ne aggódj. Ja, milyen? Tökéletetem az összes ágyút, csak nem halsz meg, értem. Jó, egyet onnan kiszedtem. Szia Bismarck, hello! Egy cita. Jaj! Hagyjál el! Köszi Gabet! Köszi a csírt! Jó, az kiesett a pixisből. Az kiesett a pixisből. És jó lenne húzni majd kepet. Megyek. Mondhatom, hogy a Hóki az elcsomagolta a helyszét. Uff. Ja. Hello Micka! Szia Gili! Jó, persze, igen. Kilézer rágyúztak? Fini. Nem kicsit maradjunk annyiba. Fini. Jövök, Spirit. Gyere. Jó. Jövök be kepre. Kell a kep. Tudja végre foglalni. Ezt akarok. Fék. Ez az. Ez az, fiam, nincs ott semmi, nem baj. Ott egy Kagero. Jön erre befele, nagyon. Nagyon bátor. Na,
mindjárt iktatjuk, van rá radarom is, hogyha úgy van. És megy is a radar. Ja, itt egy omagi. Omagi egy kagaró. Ó, de jó, hogy visszalőtték. Most direkt nem lövök. Meglegyen a cap. Oké, megvan. Kansassa, mi újság? Hát, hogy elnézem, köszöni szépen, jól van. Küldtem rá egy kis torpit, hátha. Ilyeség. Hát az ott fordulni fog, füstben van valahol. Elment valahova a zamagi mögé. Itt van valahol előttem. Uh-huh. Még egy percig nincs radar, ha csak nem tudom elhasználni a vicces gombot. Ó, van vicces gomb. Akkor 18 másodperc múlva van radar. A vicces gomb. Küldök torpedót arra az amagira. Jó? Szép! A vicces gomb mindent megold. Amit nem. Jaj, de jó az a lőszer. Ja nem. Oké. B-t is be kéne még húzni gyorsan. Mi lesz az új dockyardban? De Wisconsin még továbbra is. Nekem még a régi sincs meg, nem hogy az új. Nem röhög együtt érez. Ja, hogy a Battle Pass-be, azt még nem tudom. Azt én sem tudom. Azt nem tudom. De biztos a DD-jel kapcsolatos valami cuci-muci lesz. Ne lőjétek még ki, hadd kepeljünk be. Hát segítek. Csináld meg, olyan szép citát tudnék lőni. Tudom. Német anyahajónak? Meg sok mindent tudsz lőni, csak citadellát, nem? Fogadjunk. Ne, 20 másodperc. 20 másodperc múlva. Azután... De azért közben ti lövitek? Én nem lövöm. Hát én lövöm, de hát az kb. Semmit nem lövöm, hogy én lövöm. Ja. Mi ez a 20 ezer HP, ami lepüttyent róla közbe? Én kérek elnézést, hogy overpenekből összejött. Tessék! Tessék, tessék lőni! Lőd! Lőd! Küldjed gifét! Lőd! Abád neki! Ó, tényleg nem. Kicsit rövid volt, mind láttam. Ja. De legalább volt benne két penetration. De mi neked kepelni kellett, Heki? Igen, DD-vel az a lényeg, hogy kepeljek. Ja. Sem mondom... Menni kell még. Akarod te azt tudni? Aha. Akkor mindjárt mondom, várjál. Csak először be kell mennem a dockyardba, mert nem tudom fejből.
Vagy a... mibe? Ja? Nem, bocsánat, nem a Combat Mission-be. Hát még 11-szer meg kell csinálni a kepet. Sokáig itt leszünk. És akkor csatahajóval, mert még kellene majd lőnöm mi a fenét is, cickót. Ne lőttem vagyot ott most. Ja, nagyon jó. Annyira jó. Ezt mind. Ó, de a Golden Week működik. Na, hát, na. Abban valami. Figyelj. Mi kellett 12 még? 12 konténer. Jaj, ez a fekete ekkó, fogadjunk. Aha. Ó, mókusnak az erdőtűz. Füstje. Ugyanez? Üzenet egy. Hozok meg egy rombit, igen. Hozok rombolót. Nem úgy értem, ugyanúgy ír 9-10. Aha. Hát nekem jó, többieknek is. Jó, jó. Jó az. Jó, jó. Jó. Várja. Cica jó a 10? Ha nem érdekli, lefeküdt háttal nekem. Hát rendben. Megvan a vélemény a játékról. És meg rólam is, mert nem adtam neki ennyi. Hatos szorma. Ne lepődjél meg, hogyha bele lesz szarva a cipődbe. Az ablakban fekszik, onnan nem... Ha beljebb jön, úgyis kijebb rugdalom. Ja. Nem tudom hány órát alszol, de pontosan annyi ideje van. Nem, annyira még nincs úgy, hogy nyitott ablaknál aludjak. Akkor majd lesz. Nem felejt. De ő így szépen bekuckózott magának. Na, van meg ilyen repcsi. De jó. És három kepp van. És megint itt vagy mellettem? Hát... Nem, de. De. Figyelek rád. Örülök neki. Figyelj oda, hogy figyelek. Hol lehet lejjebb venni a hangot a effekteknél? Kurva hangos. Baszik, 15 másodpercig magyarázott a kapitányom ebbe a hajóba. Mit mondott? Paprikás krumplai receptjét? Nem tudom, spanyolul. Ja? De érdekes, hogy spanyolul beszélt. Ja, mert ugye ez a Mikulás van benne, a spanyol Mikulás. De viszont kifele meg angolul nyomja. Hát jó. Menjünk célre. Megyek utánad. Gyere utánam. És ne szaladj be, ne szaladj be, ha ugyanúgy a szigetnél, jó? Itt le... Kifennel vagyok. Na, náhogy beszaladok. Hát de általában azt a játék mindig meg szokta bosszulni. Ne szaladj be. Ó, megy a repcsi. Üha. Hát az rotty. Milyen repcsi? Rotty. Nem tudom, miről beszélsz. Én nem látok itt semmit. Leesett a Sputnik. Japán verziója. Istenem. A harmadik torony az 360-as, de akkor a negyediket miért nem lehetett volna megcsinálni? Hát elférne a... az ágyúcsőtől. Jaj, anyám borogas. Mi a spotom 6-2? Tessék, ott egy Myogami. Meg ott van egy Leon. Minden van. Meg a többi. Meg jön a repcsi. Természetesen. Amit mindjárt intézem. Na most megkívántam a steaket. A micsodát? A steaket Lioni módra. Hmm.
Kapcsolt ki! Már lőnek. Ó, azt a kurva! És az első... Lövéssel a motoromat, bassz meg! Tradicionális magyar étel van. Az üres üstben a nagy fakanál, érted? Így vergődik. Olyan hangja van ilyenkor a hajónak. Ó, szép Helena! Ugye szépen körbeölődtem. Jó, secondary elvitte. Azt a kurva eget! Ha kell venni az effekt hangot, valaki is, please, megsüketülök. Vedd lejjebb az egész overall-t. Lejjebb van. Még vedd semmi lejjebb. Más nem hallok hangosan, csak azt a kurva effektet, de azt nagyon. Akkor vedd lejjebb az izét, vagy miért a hangot, vagy az izét az ilyen... Majd, majd szóljál rám, és akkor nézzük meg, hogy nálam hogy van beállítva, jó? Oké. Okay. Vége van a csatának. Most ez bírt ki addig, Gifid. Kibírom. De lesz, mi, olyan lesz a végére, mint a jó tüzél. Gifid! Gifid! Hát ő most nem a parancsnoki központban van, hanem az ágyuknál. Melyik volt az a film? Black Hawk Down? Azt hiszem, vagy melyik volt? Ha még egyet lősz a fülem mellett! Az az! Az egy kurva jó vígjáték volt. Black Hawk Down vígjáték? Igen. Hát és sírtam a röhögéstől rajta. Ja, a szövegek véget? Igen. Hát meg amilyen viszi balfaszok voltak. Már ne haragudj. Ja. Drinkbe kepre. Kip kep. Kansas. Ez a hóki az ott nagyon szeretne ott kijönni. Adjunk neki egy módosítót. Na. Hóki, nem szered össze? Nem akarsz kijönni onnan? Ó, hogy rohagy meg. Ó, de jön. Oké. Mi történt, Gifid? Oldalba lőttek? Aha. Mondtam. Tessék vigyázni. Itt tudod, itt lézerágyú van. Vágom. Na! Csak össze szeret egy torpedót. Jaj, ez óra. Oké, megvan a cap. Ó, ez kiküldte. Szerintem a repcsi. Azt még lehet, hogy a kenez ezt össze fogja szedni. Össze bizony. Na futás gyorsan, még egy kepet behúzni, gyerünk! Azért az az éjjel is leképezi ám a játékost, az átlagos boss játékost. Na. Egy light cruisertől félve a Miyoko kitolatott a Schlieffen elé. Igen. Igen? Igen. Bazi az... A, na. Az kemény. Most hát nem egy, hanem kettő elé. De jó.
Egy kép is kép. Ó, és köbben szintet léptem a... Golden Week-es passzásba. Akkor abban most van pont, meg én egy százasom. Gyerünk! Add be a nagyot! Persze. Nem adta be. Tovább. Ezt az önmondatot azért kimetszeném. Melyiket? Hát ezt add be a nagyot. Csak így, így kép nélkül. Emlékeztet arra a hangalámondósra, tudod? Ha. Úristen, very big. Örülök, hogy te rögtön asszociálsz. Na jó. A nőnek a hangalámondását is a férfi csinálta, az izgalmas volt. Ő, az elég bizarr volt, igen. Igen. Az nem kicsit volt bizarr, hanem nagyon bizarr. Hú, ezzel régen voltam. Meddig tart ez? Ja, még 6 nap. A kövi frissítésig. Ó, de aztán lehet, hogy meg kell járatnom majd a hordozók, a srácok. Jó Istenem. Tudom. Aszimmetrikusba elfér az is. Hát el végül is. Hozok egy ilyet. Aztán lesztek ám majd CC kulcsok is, skacok, jó. Mi kaptál? Hát még a múlt héten, igen. Ja, nem voltam. Jó, vagy 2 hete? Két hete voltam. Múlt héten nem voltam. 2 hete jöttek. És akkor most jövő héten se lesz-e? Nem. Hát így, hogy behívtak éjszakára, így nem. Dacolj velük, nem mész. Neked hajóznod kell. Te vagy a deckmester, és muszáj jönnöd. Jó, mert így azon a héten 3 éjszakám lesz. Remek. Á, szia, Gifid! Szerda, csütörtök, szombat. Szia, itt vagyok megint mellettem. 3 különböző pozícióban. Megint te vagy mellettem? Mi a heki már állandósultunk? A hang! Ne indulj el! Hang, látod, bazzeg? Ennyire csúkeszűek vagyunk. Nálam a volume 70-re van állítva. A 25-ön van, igen. Ja, jó. Az effekteknél nálam minden olyan 60 és 50 között. Az már nincs is csúszkám. Az effekteknél? Kapcsolatban, hogy legyen. A sound presetnél custom. Tehát nálam az ott custom. És akkor... Most jó? Most már jó. Veszek le mindent 20-ra. Jó. Baszlán. Jó. Tehát nálam 70 a játék, nálam 20. Ja. Bocs. De viszont akkor azt, hogy most lejjebb vetted, akkor a játékra vissza tudod tenni majd a hangerőt, nem? Ha meglátjuk most ez így milyen hangos lesz. Az van egyébként, hogy ez a Gifid, ez a 3 éjszaka, 3 különböző pozíció ez. Igen. Ez megint csak így kép nélkül izgalmasan hangzik. Aha. Figyelj! Ez a szopás része. Na. 3 különböző pozícióban? 3 éjszakán keresztül? Igen. Nem, Tamás. Csak tudod, valaki szeret úgy játszani, hogy közben van egy kis ilyen, mit tudom én, innivaló, vagy sör, vagy egy kis nasi, vagy egy kis nyammognivaló. Nincs ezzel semmi gond. Ha ez... Ugye, hogyha probléma, hogy nem. Rágítsálok, akkor abba hagyom. Nem, mert ezt ugye lehet diszkréten is csinálni, ahogy te csinálod, meg hát lehet ezt úgy is csinálni, hogyha az ember konkrétan hát hallja az emésztés folyamatának a legelső lépcsőjét. Amikor nyílik a chipsz a zacskó? Igen. Azt a macskám hallotta. Ezért ül az ablakomba. Ott egy viszmolk. A macska szereti a chipset? Na, de ez mindent szeretnek. Tegnap előtt rendeltem pizzát. Ha nem ettek volna belőle, már nem élnék.
Az van egyébként, hogy én szeretem a pásztortalhonyát is, amit a kicsi párom csinál, csak... Az egy kicsit macerásabb enni. Na... Melyiket szeretem? Isten, tölts már be! Őt. Mennek a repcsék, mennek a repcsék! Ó, azt mind... Remélem jó... Hát annál nagyon előre raktam, mert ezek a szemetek lelassítottak, bazd meg! Persze, jó a bot program. Védjetek! Úgy? Katalónia. Ja, én is csak 4500-ben volna bele. Ó, Katalónia! Ó, szia szívem! Szép volt! Edinburgh problémát megoldottam. Ha egyet összeszedünk, nagyszerű. Persze, én is kigyulladnék most, hogy így mondod. Te mibe keveredtél ott, Icy? Bajba. Na, ki is szednek. Szia, Ted! Mondtam én. De jó tudnak manőverezni! Egyébként csak azért ágicsálok, mert nem randomot játszunk, tehát hogy így nem... Most egy kicsit ilyen trógerül hangozhat, de nem igényel azért akkora koncentrációt a játék. Ja, persze! Ha humanoidok ellen játszódnánk. Humanoidok ellen? Ó, azt a 1000 HP-t én is benne hagytam volna valóban. Ez azért volt benne, hogy a rendkívül jó minőségű páncéltörő lőszeremmel 6 penetráció kéne abba az 1300 HP-ba. 11 darab non-pent lőtte! Mi 11 darab bomba? 11 darab... Mi a... Mi a pék? Mi a horvát horror? Mi a büdös rohadt kurva isten fasza? Konkrétan. Az összes bombám beletört a Venétóba! Mi? Hogy? Én nagyon remélem, hogy az összes AP-je fog körém lepotyogni. Hát nem, így nem. Ez is egy opció. Ha bazd meg! Jobban örültem volna neki, hogyha vársz még 2 másodpercet is eltalálják a torpedók. Engem, randomba, ugye ezüstliga tier 10. Ha szembe van egy tromp, minimum 2 darab gyújtást rám tud dobni. Egy dobásra. 2, minimum. Én bazd meg 11 darab beletörőt abba a szájba kurt kurva Venétóba. De tényleg, ez mi a halálfasza? Ilyenkor, de most komolyan. Szép volt maga mi? Torpedózott szerintem befelé, úgyhogy fordulj. Szerintem is. És is fordulok. De szerintem nem tudtál engedni. Torpedózni én is arra a Bismarckra. Kalassítasz egy picit. Jó, megvan a cap. Teljes ünyugok előtted. Világít a csodalámpás. Hello, Gyuszi! Szevasztos kacok! Hello, hello! Azt se találtam-e? Mánkit? Hát a Bismarckot bombálva. Elfordult, mert Giffid megijesztette a nagy testével. Azért mégiscsak egy Montanába ül, és a Montana az olyan, mint a medve. Nem játék. Hát mondjuk, ja. Az igaz. Azt adom. Ó, bazd meg. Még egy magami. Bazd meg, egy darab pen, a többi 10 non-pen. Hát én mindegy kimegyek és ügye ordítok. Hát a fasz? Ouch.
akkor legalább a maga minek is fáj. Hát az meg! Én most ki vagyok akadva. Én teljes mértékben kiakadtam. Azt hallom, mint a sezlonyrugó. Hát de... Igen. Figyelj, most mennek megint a bombázóim. Ott a Bismarck. Megy bele szépen, most mindjárt felépítményem most kapja, most nagyon jó lesz. 7 per és 12 nompen. És nulla gyújtás. Úgy Nebraska fordul még egy kicsit. Még. Van itt egy Bismarck. Igen. Fáj. Nagyjából nagyon. A Nebraskát azt én mindjárt kitorpedózom. De ez olyan szépen broadside bomba. Árha a sziget. Értem, amit mondasz, csak kis hajón fel fogja adni a küzdelmet az elemekkel. Az megint 10 darab nompen. Hát én megőrülök. Mondtam, hogy fel fogja adni a kis hajóm az elemekkel való küzdelmet. És azonnal a motort. Így van. Azonnal a motort találjátok-e. Igazatok van. Jaj, csak ide tudjak leparkolni. Gifit nyugtasson, ha tudod, hogy nem késtél sokat. Kedves Spirit, csak úgy érdeklődök, tudod, hogy hol dolgozik a Gifit? Azért mondom, hogy ez 15 percen belül van, ez nem számít késésnek. Na azért jó, oké, rendben. Tisztázzuk a dolgot. Hát, ebbe is 7 darab keppót. Igen. Az a baj, annyira mondják, hogy hú, de jó az a San Martín, meg izé, meg hozé. Igen. Micsoda csodás AP lőszere van ennek az egész ágnak. Uh-huh. Ja nem. Olyan az ágyúja, mint a Minóé. Ja nem. Na. Hozzon be csatahajót, most mit szóltok hozzá? Nem mered. Valamit. Valami... finomságot. Hozz egy kolombót. Olyan jót mentem egyébként kolombóval tegnap, azt hiszem. Ja, majdnem 250 ezeret összelőttem bele. Igen? Valahogy nem rosszak most a kolombók egyébként. Hát... meg voltak. 260 a jó izében. Mi ez? Aszimmetrikben. Figyeljetek ide! A ritkán játszott hajókat egy kicsikét meg kell mozgatni. Ha. Eki, hogyha azt rakod be, amit én a streamen látok. Igen. Igen. Mi? Nem jó? Mit akar berakni? Nem. Szláva. Ugyan már. Jó az. Jó. 10 másodperc múlva. Mi ez az ágyú? Hát én ezt nem hiszem el. Ez benne van a pakliba. Főleg nálam. Ez benne van a pakliba. Főleg azzal a hajóval. Egyébként a szláva szerintem nem rossz, csak... Nagyon szituációs hajó. Milyen hajó? Nagyon szituációs. Ja, igen. Tessék, most milyen kurva jó, hogy nincs... Vázis. Most kell pelhetni, aki igazán. Ja.
Tök jó lenne. Induljunk meg előre, te nagyobb. Csak finoman, okosan, óvatosan. Hát csak megindulok előre, majd eltekergek valahova. Az, neked is. Az. Azt tudom, ezt hogy kell előhozni már. F10. B betű hosszan. Hallod? Heki elnyomta, egy 20 másodperces monológ. Ice elnyomta, egy 10 másodperces. Elnyomom én, kum! nem bonyolította túl a kapitány, érted? Figyelj, a japók azok félszavakból is megértik egymást. Igen. Kum! Most figyelj. Ennyi. Na, Lida. Az egyszerre jött, úgyhogy most nem tudja, hogy melyiket játszol. Valami Margit szigetet emleget a kapitányom. Margit sziget. Ájsz, elém hazudik az RPF. Ide. Valahova. Jó van. Figyelj, szerintem azt mondja. Engem látnak. Nem, Maldív szigeteket emleget. Jó, hát mondjuk oda én is megyek. Ja, itt egy Kiev. Ott lesz neked a Jumihari keresztbe. Egy egész Kiev itt van. Kiev az maradjon csak a helyén, addig vagyunk jól. Meg itt egy Xiang is. Ja, a rombolók megjöttek. Van sok minden. Uganda is megjött. Jó, ezt most már bátorkat nem tudok abba hagyni. Mi a lófasz? Mi a... Az tök jó, hogy elküldtem a torpedóimat, és a Xiang az konkrétan teret ugrott. Mi volt ez az előbb? Himparipa pimpilimpi. Bolonyai, gyere csak ide. Gyere ide, Bolonyai. Gyere ide. Gyere ide, Heki bácsihoz, jó? Ó, de hasznos, hogy azzal a Gdanskkal, hogy csókoljam meg a kezed szárát. Akkor megnyomtad a tolatást. Fantasztikus volt. Az ott szökik. Szeretem bazdok, hogy mindenki itt van velem szembe. Erőzítem, fordulj még egy kicsit. Még fordulj, talán most jó. És bazdok, nem adja be a citkót. Befáradt, jó van. Lőd azokat, akik középen vannak. Mindjárt fogom lőni, csak az Ethan-t várom, hogy itt megdögöljem. Produkáljon ja, itt van. Hók itt van, aki jó lenne, be tudna fejezni. Citent azt próbálom iktatni. Közben engem is próbálnak iktatni. Hol? Kirakta ide ezt a szigetet. Ó, he. Fejezd már be hülyeségedet. Dupla Cisco. Az a romboló, bazd meg! Mi lesz itt amúgy, Dansk? Ne haragudj már, testvérem, de... Te miért vagy itt? Minket bosszancs? Vagy miért? Beletolasson a torpedókba, amik te elküldök. Szóló tartalmakért kövesd be. Ez az 50 meccsből rögtön megvan a 10-es kaliberű játékosok, ezek azért az na. Yorkot vittem. Ez egy kibaszott így oldal. Jumihari.
Figyelj meg, bazeg, ki fog... 30.000-re ródalba basztam. Kilőpít a büdös szar. Is kap, meg sűjjed is. Mint a büdös szar, bazeg, úgy kilőtt. Ha három cickót lőttem. Több volt. Na, mi van itt? Uganda. Ezeknek hány rombolója van? Három. Túl sok. Ott a Kiev. Ugandával. Öröcsine. De természetesen az az egy, ami eltelel, az Citadella. Igaz, még csak az ötödiket szedem össze öt lőszerből ez a csatába, de nem baj. Hogy áll az... Hogy áll... Kérdez valamit neked? Hogy áll az F... Nem. Hogy áll az F gombod? Büszkén. Nem arra az F-re gondolt. Jó, meg is nyúvadok. Ez a Yumi Hari az, egy, az ott egy vicc, az középen hallod? Milyen meglepő, kaptam még egy Citadellát. Érdekes, mikor élövöm ezeket a hajókat hosszabb, akkor az overpent szokta emlegetni a játék. Igen, mert hát az a menő. Mert az kellett. Az feltétlenül kellett. Amikor megjelent a részletes találatjelző, akkor... Én már akkor mondtam, hogy ebből baj lesz. Az a romboló az ez elég hasznos játékos volt, nem rosszból. Azok dansz? Mhm. Már ment. Már ment. Jaj, bazd meg. Ment is a blacklistre. Hogy tud így jönni a torpedója, hogy egy külön? Jön itt még. Faradjon el! Jó, ez a Yumi Hari, bassz meg! Az egy agyrém! Figyeld, tessék, puf! Bassz meg, minket fog kivégezni a Yumi Hari! Gifit, egyetlen egy feladatod van. Egyetlen egy feladatod van. Azt a Yumi Harit szárazon gerincre kell vágnod. Jó, csak... Nem akartam püstölni, és sikerült. Hát én is sokszor nem akarok beszarni, valahogy sikerült. Hát ez, érted, de ennyi, nyomjad. Ott van veled szembe. Másik füstbe be tudsz szökni. Ott van-e? Azt a Yumi Harit, az ki kell vé, az prestízs, vágod? Hogy a halál faszába lehet ilyen... Ilyen megtalálta, hogy hol vagyok, érted? Hogy lehet ilyen lézer ágyúja, bazd meg? Ez nevetséges. Kedves Heki, milyen ilyen, volt menj a menj anyádba. Még egyszer? Milyen volt a szláva? Három cickót tudtam vele lőni, mert amúgy... Addig bírtam. Mert ott megjegyzem, a... hogy... Én igen? Megjegyzem, hogy 451 ezerre. Jó van, jó van. Kövi körben majd ügyesebb leszek. Lávával? Igen. Én rajta leszek, hidd el. Azt tudom, hogy rajta leszel, csak én azt nagyon bánom, hogy azt a hajót azt én kivettem. Oda néz, hogy fordul. Oda néz, hogy fordul, bazd meg. Oda néz! Helyes! Helyes! Innentől kezdve már win. Ez innentől kezdve win. Persze. Hát miért? Kiszedted a Yumi Harit. Ennyi. Szia, Hami! Kijev idegesít igazából. Hát sok két toronnyal le tudod ágyúzni. Igaz, hogy lassan tölt. Cserébe rohadt nagyot itt. Még időnk? Na, amíg itt lehozzon a meccset, Gifit, mert tudom, hogy képes vagy rá. Én addig a srácoknak adok. Jaj, várj, itt egy kurva sziget. Adok olyat, amit akár megemlegethetnek is, hogy ez jó volt. Vagy nem. Ott a függ, hogy mi van a ládikóba. Na.
Oké. Azt mondja, igen, mi mindig van permafestés is. Az mindjárt megy kifele a chatre. És még van Eco Boost is. Azt mondja, jövő héten lesz a frissítés. Utána való, hát most csak egy Eco Boostot fogok kitenni, srácok. Mert szerintem megint késni fognak a... Gifid, NC? A CC kulcsok majd. Tessék. Így, és akkor ez pedig ide. Vigyétek. Na nézzük. Ó, baj van. Au. Hát az NC-nek vannak problémái, ha nem halsz meg. Két simák ez a torpedó, mióta sebez ilyen keveset? Te mióta azt akarja a játék, hogy ezt ne nyerjük meg. Ha én beállok a saját kepünkre, akkor az megáll. Fogod. Csak fogod, igen. Megáll, tehát nem tudják húzni tovább. Igen. Csak az a baj, hogy... Akkor látni fog az NCT. Hát, rizikós, igen. NCT már látja. Az van hozzá közel. Há. Mondtam. Kurva kiebb az meg, hogy nem lehetett eltalálni. Egyszer azt álmodtam, hogy sorban állok, és én állok magam előtt. Hami, ez hogy sikerült? Ugyanazt hozott, kedves Heki? Igen. Igen. Csak hogy lásd, azt mondja, hogy... Hajlandó vagyok bizonyítani. Hátha. Tessék, itt van ez a fostalicska. Na, helyes. Nagyon helyes. Tehát, hogyha már bugunk, akkor nagyot bukjunk. Erről van szó. Egy Spirit, Gifit, nektek kell lehozni a meccset, már most szólok. Uh-huh. Kösz. Szívesen. Nem, én ezt szeretnék erre rácáfolni. Aha, jó, oké. Azon értünk, hogy... Igen. Melyik ez a pálya? Ne haragudj már meg, de most miért van 4 darab romboló? Kevesebb... Anyahajó. Kevesebb citadellát sikerüljen lőni? Tehát ezt bírom, bassz meg, ezt a manipulatív... Hú! Na ez ami Isten igazából a legjobban idegesítő és dühítő. Ez. A manipuláció. Szerintem gyere be középre, azt maradjál fönt itt a izének. Hát egy nyír egyenesen fognak átjönni. Szóval én nagyon szerintem meg se indulok. Mert teljesen feles. Megyek elé spotolom. Most ezen kívül mondom, hogy gyere ide, orral erre. Mert hát, ha már meg vagy fordulva. Hát, kezeld úgy. Igen. Ezt hallottam. Igen, figyelek. Nem értek hozzá, mert nekem nincs meg az a hajó. Úgy kell lejátszani, mint egy gigantikus Moszkvával, amiben csak alpélőszer van. Mhm. És a Moszkvával meg ugye kétféleképpen játszol, vagy beállsz orral és megvarod, amíg agyon rúgdosnak. Igen. Vagy beállsz háttal, és akkor így elmenekülgetve hátrafele nyilazol. Igen. És a broadside-ot azt... Broadside megakad. Még igazából Charles Maltelnek, meg az Oaklandnek az orrát. Ma csak mód meglepődnék, hogyha nem szakítanád be. Sőt, egyébként még a Cheatennek az orrát is keresztül tudod lőni a 406-ossal. Papíron? Hát 25 mm-es orra van, 27 mm-t overmatch-el a 406-ot. Hogy... Papíron. Gyakorlatban is.
És itt a Wargaming-nél is. Igen, csak ezt akartam mondani, hogy itt van egy olyan, hogy random number generátor, azt úgy gondolja, hogy nem. De elmégy arra. A lőszernek, az most egy másik kérdés, hogy mit ad rá. Ja, én is eltűnnék. Most, hogy így mondod. 15 KC-n volt benne. Ó, bazd meg. Oké, László, oké. Mi van, Gifid? Mi a baj? Itt egy Valenkin, vagy mi? Vakera. Vakelin. Vakegért. Vakolat. Vakarófa. Kaparófa. Minek fasznak mondjam még? Mi az? Itt egy sűrű hattyú is, egyébként. Micsoda? Sűrű hattyú. Ez a siracujú? Az hát. Jó. Kapott egy torpedót, jó, a Valenkint megoldottam. A vakolat kiesett a pixisből. Azt a Nebraskát, azt, hogyha tudod ott egy kicsit ő... spotolni. Milyen Nebraskát? Hát ott a térképen, ha megnézel, akkor ott úgy... jobbra lent. Majd feljön be magától. Először tudjuk rá a rombolókat, mert most fétisen van rájuk. Próbálkozok. Én jó is. Van. Én is eltaláltam 1210-zel. Előttem a motorját a sirának. A sirály. Meg előttem a sirát is, jó van. Ott egy Charles Marci. Ott van neked a Nebraskan Sport. Majd bemegy a sziget mögé. Hát az is szembe jön. És megpróbálom meglőni ezt. Azt, hogy szembe megy neked a Charles Martin, az nem számít elvileg. Hát figyelj, leginkább akkor, hogyha eltalálná. Hát az mondjuk kitétel. Igen. Csallottam. Tehát én azért nem is nagyon szeretek már így hajókat szemből meglőni, mert körbelövi a játék. Direkt körbelövi. Hiába lőzte pontosan, meg tudsz játszani, meg vagy te lila arany, meg a faszom tudja, izé, matyó hímzés. Valaki azt a császmát elszeretgesse, meg köszi. Próbálkozok. Elvileg gatya. Ez 11 000 volt a Vladivostokban, nem volt benne cickó. Nem. Akkor most. Ja, én is ekkora citát belélőnék magamba. Most, hogy így mondott, tényleg. Jaj, hogy itt egy cítem van. Az baj. Ja. Ja, itt az orosztályommal angolosan távozunk. Tolod hátra, basz meg! Jó! Jó! Semmi baj! Aha! Hánynom kellett a hajótól. Kansas? Hova mész, Kansas? Nem tudlak meglőni, Kansas. Szemben van. Egy Oakland, ha érdekel. Látom, fordítom az ágyúkat. Hát ezt elviszi torpedóval, nem? Nem biztos. Őt biztos, hogy nem. Dehogy nem. Hátsó tornyot ráküldöm. Ó, bakker itt egy kageró. Ez meg tényleg. Overpen, bazd meg. Na jó, elkezdek mozdulni, mert megint szét fogják lőni az oldalamat. Úgy járok, mint az előző meccsbe. Ez mindegyik forog megállás nélkül, senki sem mutatja a cickót.
Jó. Kogarum a goldba. Oakland. Jó lett. Le is ég. Szögbe van a Richelieu. Szép volt. És nem adja be, bazd meg. 11-2000-eket így meglövi, de... Nem, nem adja be. Most talán beforog. Forgott, de nem volt benne cickó. Lesz még egy Cheetah, Nebraska, meg két Lagyi? Ja. Nem, még egy Kansas. Meg egy Öland, bazd meg. Igen, az Öland az itt van. Ja, Nebraska az faszán túlélte a torpedóimat. Az is szembe van. Az összes kibaszott kurva hajó, bazd meg, szembe van. Megőrülök. Senki, egyik sem mutatja a broadside-ot. És so, akkor csináld a küldit. Látod, nekem nincs ilyen gondom, nem tudom mi a küld. Mondd valamit. Gyere, Zíten, gyere! Legalább benned ne csalódjak, gyere! Megy rád a sokakú egyébként. Már nem. A Nebraska-t iktatod? Aha. Tuti? Zater. Tuti. Mert akkor ő landozok. Aztán 22 000 belelődök és nem volt benned cickó. Csak inkább. Ez eszem megáll. Most csak találtam kivételesen. Oké. Na most? Most adsz legalább egyet? Nem! Nem, ő nem ad Citadellát. Nem. Nem lehet citkon lőni az Ethan-t. Jó, majd a picsába. Torpedóiddal. És az sem volt cickó. Nem, tehát amikor játék azt mondja, hogy te nem, ma nem lősz cickót, akkor nem lősz cickót. Ennyi. Menj már anyádba. Bocsánat. Már nem sok van neki, mert előttem 40 pár repülőt, már nem sok van neki. Nem találtál igazság szerint csak. Kansas, gyógyítod? Hát persze, elkezdtem lőni, de hát... Meg vannak a penek, de egyszerűen nem adja be. De ez a sok akkúbot, az kb. Úgy tud repülővel célozni, mint teheki. És fordul rám szembe, tehát fordul rám, azért véletlenül se tudjam belőni. Köszi te a csírt, köszi! Most befékeztem direkt. Ja, hát, ja, Giffit kitorpedózza, hát akkor így hiába lövöm. De. Nem csak. Az még jó lehet. Még van 10 másodpercet. Ebbe sem volt! Jó, szuper képesség. Lőjétek! Itt elé lövöm. Ó, persze, sziget! Persze! Bizé, broadside Vladivostok? Sziget.
szájba tekert sziget. Nem tudom meglőni. Pedig szeretném, hidd el. Az minden álmom és vágyom. De már fordul! Állj, menj már a faszomba a repülő ide. Esetleg még a sokakut. Ja, az is. Sziget mögött van. Tehát egyszerűen nem tudsz egy igazán nagy egészségeset lőni. Mert elveszik ezt is. Elveszik. Csak nem értem miért, miért kell mindig mindent elvenni. Azt nem oda céloztam. Nem oda céloztam. Elnézést. Azt nem oda céloztam. Hú, azt hiszem tartunk egy bioszünetet. Úgy is volt, hogy kis két napig nem játszottam a játékkal, egy kicsit nyugodtabb is voltam. Ez nonsense, bazd meg. Köszönöm, hogy adtál egyet. Köszönöm, végre. De ugyanoda lövök és overpen, baszd meg. Mi az előző, a szitát csináltott az anyagból, és akkor átszaladtak rajta a lövedékek? Vagy mi történt? Elnézést. Mondok jobban. Az enyém lett. Ó, meglett a 2 kiló. Annyira gagyi ez az AP lőszer, hogy ami nem beletörik az overpenelt, hogy... Nem tudom, de itt valami komoly játékmechanikai hibák vannak. Mert erre csak ezt tudom mondani. Tehát 67... Torpedót talált, 200 000 damage. Hát 67 darab találatból 31 penelt. És abból csak egyetlen egy citadella volt. Nem, tehát ez... Próbálj valami nagyobb kalibert esetleg. Majd kisebb, 68-ból 52 penetrált. Szuper konténer, bazd meg. Vizéd van. Mi az? Burgonyád van? Van. Azzal se adtam. Próbáltam, azzal se adtam útkor. Mi van a Spirit? Fidesz kampányba fogtál? Ne politizáljunk. Csak választók vagyunk. Krumpli, ez inkább maradjunk annyiba zárójelbe. Nem védem egyiket sem, mert hányok az egésztől. Köszönöm. A krumpli az egyenlő sarló kalapács, tudod? Krumpli. Azt a kurva 50 lévvédelmi zászló! Örülj neki, hogy nem egy hét prémium. Most... Tényleg, Heki, vegyek neked egy nap prémet? Most tartunk egy szünetet, jó? Most tartunk egy bioszünetet. Maradtok, vagy ti is mentek bioszünetelni? Én szerintem elmegyek. Igen? Jó, akkor kollektív bioszünet. Megsimogatom a macskámat, hogy szeressen. Hát én megvacsoráztatom a jószágokat. Mindjárt jövünk, srácok, pár perc. Aztán folytatjuk.
újra itt. Frissen, nyugodtan. Próbálok nem nagyobb érzést kapni. Na. Kapcsolom vissza a srácokat. És kapcsoltam a stúdiót. Hello. Senki nincs itt. Lehet, hogy túl gyors voltam? Na. Azt mondta a Spirit az előbb, hogy vigyem akkor a burgit. Akkor bevisszük a burgit. Már azzal se nagyon adta. De rápróbálunk. Hátha, nátha. Egészségedre, Gabec. Szereted az Islárt? Ha egyszer sikerül összehozni ezt a közönség találkozós történetet, akkor majd megkérem a drága jó édes anyámat. Ő úgyis szeret így sütögetni, hogy csináljon már egy házilag. Elméletileg tud. Pálinkát? Elméletileg tud. Jó estét kívánok. Nem, Islert. Jó. Na, szaladtatok? Vagy mi van? Igen. Na! Elmegy a kurva anyádba, jó, hogy nem mit fogtok baszni az ágyába. Hogyha most nagyon szemét lennék, akkor erre mondanék valamit, de inkább most nem jó. Gyere, hallod? Rendes vagyok, adok a macskámnak egy kis lyukai bableves maradékot. Aha, aha. Eszi nagy nyugodtan bent itt a belső ablak parkányon, erre a külső megjelenik egy kandúr. És egy kanerék meg, vagy egy dur? Hát abból dur lesz, mert nem az én kandúrom, úgyhogy... Tehát egy kanni jelent meg, amiből dur lesz. Igen, ha így folytatja. De az én macskám is így közölte vele, hogy ez a vőkaja, úgyhogy takarodj innen. Na, hallgatok rád, Spirit, behozom a burgit, de... Figyelj, speed boost, mellé mész, rogy. Igen, vágom a technikát, csak gyanús, hogy akkor nekem is rogy lesz. Á, nem. Nem? Nem, csak az első kettővel. Szépen szögbe. Franciáknak van egy ilyen, úgy hívják, hogy Spaced Armor, ezt adta neki a Wargaming. Uh-huh. Ez valóban spaced, tehát ez maga az űr, ebbe minden el tud férni egyébként egy bizonyos szögben. Itt van egy szög, amiben ha beállsz például a Burgonyával, vagy a Republikkal, vagy az Elzásszal, az meglövöd a korlátot és Torpedo Protection hit. Tehát ez tényleg maga az űr. Gabec, hallottad, amit mondtam? Vagy itt voltál? Nem voltál még itt? Ez az. Az I-52. Na gyerünk. Én nem jó? De jó az. Jó. Jó. Szóval mit tud csütni a te jó édesanyukád? Hát azt, mert írta Gabec, hogy szereti az Islert, és akkor én erre reagáltam, hogyha egyszer sikerül végre összehozni majd ezt a közönség találkozót, akkor majd megkérem, hogy süssön egy-két tepsivel. Így házilag. Mert erre tudnám díjazni a Wargaming-et, hogyha nem állandóan egyetlen egy olyan csapattársal rakna össze, aki nem velünk van. Úgy megjegyzem. Gyere ide, Icy. Tepsivel most kapcsolok U-azzal, egy-két U-azzal. U-azzal? Azért az U-az platón mégiscsak nagyobb, mint a tepsi, tudod? Aha. Hát végül is. Na. Gifid, mondom, mi a taktika? Igen? Spotolj! Igen? Még valami, amit szeretnél esetleg? Mert egyébként ezt sose szoktam. Szeretnék jó nagy, 100-as, 110-es, vagy akár 120-as DD, very big cickókat lőni. Neve nem beszél meg a Wargaming-gel.
Nem mondjátok már ki ennyiszer a nevét, mert egyszer csak itt tényleg azért megjelenik valamelyik. Lehet, hogy elbeszélgetnénk vele. Én is. Kezd be azzal, hogy Gifidnek miért nincs dockyardja. Igen. Meg kezd... armoria. Ja, az már van. Folytatva azzal... Van, csak töltöd be, tehát igazából nem vagyok vele előrébb. Folytatva azzal... folytatva azzal, hogy két éve miért nem kapok választ, de most már úgy láttam, hogy én kiknek írtam, jó múltkor, meg is értem, hogy miért nem kaptam választ. Dumbé és Dumbernek írtál gyakorlatilag. Nem mondok semmit. Kombi Toyotába is fér pár darab, hát abba is fér egy pár darab, igen. Ez valóban így van. De várjál, mert most tepsiből, ja. Vagy US platóból fér bele a pánban. Eki, Edinburgh, cikizi, ott van neked Citadel. Látom! Tűnj de szemed, mit lát még azon kívül? Ki van Bencén? Fogalmam nincs. Te hallod? Van benne egy lomboló? Ja. Egy lomboló. Én hiszek benned, Gifi, gyerünk, meg tudod csinálni. Hát blindba küldtem rá torpedót, azt majd még... lesz valami. Jó. Heki, valami ott egy NC is. Mert még én is citadellázom azt az Edinburgh-ot. Hallod, ha betölteném az AP-kat, szerintem még nekem is menne. Mondom én ilyenkor, tehát én tudom ezt... Volt benne egy cickó! Tehát én ilyenkor meg vagyok átkozva, tehát én ezt tudom nagyon jól, tehát... Engine boostot elpattintottad már? Mert akkor jöhetsz az NC-re szerintem nyugodtan. Majd akkor, hogyha kiszaladt a romboló. Ja, hát az... másodpillanatok kérdése. A romboló kapott egy torpedót, amit blindba küldtem erre. Jó, volt még egy cickó. Na, látod, már kettőnél tartasz. DD-t azt iktatjuk. Ne aggódj. Azt hitted mi? Azt hitted! Na jó van, most már egy találatot elviselnék rajta. Most már kezd elvi kérdés lenni, hogy nem találom el. Gifid, van torpedód jobbra? Van, küldtem is. Most már tényleg kezd bosszantani, hogy nem találom el. 20 000, de nem volt benne cickó. Ó, bassz meg a radarodat. Ne közvetlen a torony alá, kellős közepébe lőd majd a kövit. Abba se volt cickó. A kopasz. Ebbe se volt cickó, tehát mondom, tehát manipulatív szar az egész, tehát vagy beadja, vagy nem. Ebbe volt kettő. Tehát hiába kell, tehát hiába tudod azt, hogy te most tudod, hogy hova kell lőni. Nem, ha játék azt mondja, hogy nem fogja beadni, nem fogja beadni. Lövök bele 20 000-eket, 10 000-valahány 000-eket, és nem adja be a cickót, bazd meg az NC-n. Mindjárt magam alá szarok, komolyan. Én kaptam kettőt, én is kapok még egyet. Meddig tart még az a kurva radar? Na végre. Ebbe is volt két cickó. Na. Ó, most szonárja van, de jó. Jó, ci. Fordulj be! Gyerünk! Kicsába már! Állag úgy, de ezt a vackot ezt muszájövök befejezni, mert kinyílt. Jól tetted. Én most nyalogatom a sebből. Megint szonáron vagyok, de jó. Most legalább sziget mögött nem tudnak jönni. Hehe. Az igen. Az a körhúgyozás. Persze, hogy mindenki sziget mögött van. Nehogy rálássak bárkire is.
de ez annyira frusztráló bazd meg, hogy ez... Én már beszélni is szar róla, de tényleg. Ebbe is volt egy cickó? Ó, köszi, beadtad a Katalúnyának. Köszi, végre. Au, bennem is volt egy. Kettő. Á, fordul. Persze, így van. Kétszer ugyanolyan lövést nem tudsz elengedni. Rohadjon meg a szigetes anyád az. Bocsánat. Vittem a Katalúnyára. Aj, de rossz baleset lett volna, ha nem maradsz ott 60 HP-n. Van ott még egy Amalfi. Aha, olyan delay van a játékban. Forgolódik az is, mint tehén az anya picsájába. Gifit tudsz lassítani? Yumihari befordult. És persze, hogy felém fordul, hát hova máshol fele fordulna, ha nem felém. Egyértelmű. Rohadjál el. Lőjé, gyerünk! Lövöm a tornyát. Hát ez nem igaz. Kettőnél többet egy meccsben ezek szerint nem lehet lőni. Tápolnám. Én is. El se találtam. Ja, három. Bocsánat, háromnál járok. Elnézést. Én hatnál adtam föl. Most fog megfordulni. Na most csat neki. Egy volt benne. Egy darab volt benne. Ez miért ennyire nyögvenyelős? Hát ez ilyen svájci meló. Ráfeszülsz. Nem vagyok ráfeszülve, csak hát értelemszerűen broadside, és ott, ahol meglövöm, ott azért be kellene, hogy adja. Tehát az, hogy az NC-ből nem tudtam egy darabot se kivenni, azért az eléggé... Hát, hogy is fogalmazzak. Lelombozó. Jó. Kész. Ez az ág is. Még hatot kell lőnöm. Na. Akkor most már neki el kell olvasom is ezeket a dockyard küldetéseket. Nem, most már azt megcsináltam, amit akartam, tehát hogy ez a...
Igen. Kitűzött célom az az volt, hogy ezt a Santandert elfelejtsem. Most már ki tudtam fejleszteni a San Martint, majd összerakom. Azt mondja, hogy... Na. Megjött a Twitch-es küldi menet közben. Na, ma ott tartunk. Uh-huh. Gyújts tüzet, meg okoz léket. Három. A csíp... Még azt mondja, hogy... Nekem még azt mondja, hogy van még 88%. Vagy 88% ne tart. Ha. Az érdekes. Pedig itt vagyok az eleje óta. Na mindegy. Az érdekes. Tudod, nálam másképp telik az idő. Ja, értem. 200 repülőt. Extrém. Szóval... 10 kilőtt hajó. Vagy 3 darab achievement. Hát akkor... Kilőtt hajó az esélyesebb, mert ugye aszimmetrikusban vagyunk, és az aszimmetrikusban meg... nincs ebből lecsini. De először legyen meg a Cisco, utána meg legyenek meg a kepek. Tűzgyújtás, légokozás... Na! Jó. Kész vagyok. Jó. Góliát? Hát azt írta a játék, hogy gyújtsak tüzet, okozzak léket, vagy ez, vagy az AU. Hogy ez az a kettő, amelyeken hosszú torpedó van, meg... Cirkálóban, aha. Aha. Pont azt a hírt kaptam magam mellé, te ki vagy? Ganja. Mindegy az, Ádám, teljesen mindegy az, hogy mit hozok be. Látod, hogy ha a játék nem engedi azt, hogy lőjem, akkor mindegy, hogy mivel jövök. Az komoly, lesz 4 rombolójuk, nekünk meg egy sincs. Nem foglalkozz vele, úgyis megoldjuk problémát. Há, van egy hordozósunk, ki jött be hordozóba? I see. Néztem, hogy most a hetibe 200 darab repülőt kell lelőni CV-vel, az a feladat. Azért ez testes. Hát igen, főleg úgy, hogy már nem tud irányítani a vadászokat. És részben szerintem hülyeség is. Oda néz, és ott a spot. Na, te még előre stífennem, mert a te hangod mélyebb. Overpem. Passos. Van még izumó is. Minden van. Ó, izumó, forduljál. Következőben én is hozhatok szuperhajót? Hozhatsz. Leülem? Persze. Van még egy romboló, meg egy Anapoliszom. Icy, majd ha úgy jársz, akkor benézel ide a kepre. De most miért álltál meg Stiefennel az ég ágyon meg? Ha nem kell. Elrontja a saját játékát a fiú. Jó. Hát nyilván. Igen.
Én is kigyújtottam volna magam. Az bazsármenti boga. Az van, bazd meg. Az van. Bazsármenti volga? Uha, két romboló is benn van nálunk. Ja, lőnek is. Ha muszáj lenne. Kitekázit, ez a... Torpedot tube destroyed? Na. Az komoly. Kitekázénak a HE-t tönkrement. Végleg a torpedó vetőcsövem. Én meg nem bírom meggyújtani. Hát akkor következőbe Zauhoz eldőlt. Ja jó, hogy én közben kaptam egy ekkora disznón egy ma. De most miért mész el Sleepennel? Hova lett a Góliátból a tűzgyújtás? Elment Borér. Hát... Uff... Hát Rúf... Érzése eléggé. Kösz, hogy itt voltál. Jó volt veled, de jobb nélküled. Gondolom én, ha nem lődnék négy overpent. Á, pont bemegy a sziget mögé. Nem baj, jó lesz a másik. Hova tűnt az izumó? Itt lesz. Jók ezek a gépek, csak hamar hullanak. Mindenki háttal van. Hát ez kurva jó. Há. Hordozó innen küldi a repcsüket. Hoppa egy cita. Ott meg ott a rombi bombi. Hopp, három cita. Meg egy detonation. Előtték a hátsó ágyumot. What? Kremlinen? Elmények egy ágyú? Oké. Okay. Huszonhatezret lőttem a Percivalba és semmi. Ha, bazd meg! Német CV, abban nem is fog. German technológia. Kivéve a hindi, mert ezt ugye újra szabták áll a Istennek. Igen. Hőj, bassz, meg Jari csaj van itt. Mi Jari csaj van itt már megint? Izumó, állj már meg, hogy valamit... Az szép dobás volt. Kezdjél magadra valamit, gyerünk! Azt én is még úgy megismételném egy pár szót. Egy! Az még vagány egyébként, hogy lassan a másodlagosod, de a több tüzet gyújtasz, mint én ezzel a Góliáttal. Egyébként, úgyhogy most is 11 ezret vertem bele az adott arába. Kett... Hármat gyújtottam eddig.
Mennyit? 3-ot. Jó, mondom én, eddig 2. Folyamatosan a picsáját mutatja. Bazd meg. Mi az ott? Duncan. A popója érzékeny. Hopp, most már egálba vagyunk. 3 tűznél tartok én is. Jó, el se találtam. Kösz. Kösz játék, kösz. Apám. De mit egy meccs... Egy titkút lőttél. Egyet. Én 4-et. Nem tudom, igazán vigasztalja neki, de mindegy. Te, erről beszélek, te teljesen mindegy bazzak, hogy milyen hajóval jössz be. Ha nem adja be, akkor nem fogja beadni. A halott Duncan kilőtte a sleepenünket. Nice. Így van. Előtte kell leesni a lövedéknek. Így van. Előtte. Így van. Büdös rohadt kurva életbe már. Hát ezt nem hiszem el. Az a szerencsét. És körbelövöm, geci! Körbelövöm! Á, kicsit sem manipulatív. Á, dehogy. Nem értem, miről beszél. Á, dehogy. Á. Hú, bassz meg. Egészség. Mit csináljak? Valaki árulja el nekem, hogy ez a community token mire jó? Csináljak? Hát a Armory-ba tudsz vásárolni belőle dolgokat. Ja, ja. Ismételt? Igen, tehát Armory-ban tudnék vásárolni. Igen. Á, Istenem, bassz meg. Mi az, amivel még jól lehet tüzet gyújtani? Így kell még 5 darab. Jó, most hozok egy ilyet. Angol bébé. Cruiser. Rá, Cruiser kell minden. Jaj, Cruiser? Jaj. Castilla? Megvan? Meg. Próbáld meg azzal. Zaun gondolkodtam. Az se rossz. Vagy a Venezian. A Venezian tüzet. Van rajta másodlagos, nem? Jó. Ha, igen, mert az arra való. Pia, csináld üzébe, Minotaurral akkor. Opció. De várj, azzal azt hiszem nem lehet, mert nincs rajta másodlagos. Brisbane-ed van, Spirit? Valahol igen. Még akkor akár talán azzal is. Zao, Brisbane. Mi van még, ami úgy tüzes? Szláva. Vagy mi a tököm az a cirka. Másik orosz cirka? Szláva. Nem szláva hülyeség. Moszkva. Smolensk? Ja. Az nincs. Aha. Ja tényleg az neki, az neki nem van az meg. Az nem van. Az nem van meg. Nevsky? Kutuzov. Nevsky az mondjuk van. Nem. Na most megpróbálkozunk ezzel. Ezvel. Tényleg, hogyha a hindit HE-vel használod, az is tud azért szépeket gyújtani. Jó. Azt hiszem kész a küldet. Dumoy! Igen, kiváltás most. Milyen gasztrók fesztivál van ott a cseten, kérem szépen tisztelettel. Próbálkozzunk, megmondjuk. De tűz gyűjtős. Rakjuk. Ilyennel. Hát akár... ez nem gyújt tüzet, akkor semmi. Akkor az, na az, igen. Az aranyoroszlán. Igen. Valamiért elfelejtettem mondani. Hát ha azzal nem fogsz tüzet gyújtani, akkor semmire. Akkor semmire. Fényevők fesztiválja? Éhezők viadala? Hú, az egy kár volt hozzászokva. Ez volt.
Kár volt hozzászólom a chathez, azért most megbolygattam a darázspészket. Atom a bongó. Mi nem lesz holnap bolt? De mi ne lenne? Hát nem mondtad, hogy éhezők mi a dala lesz. Kifét? Ne foglalkozz vele. Csak engedd el. Jó. Nyet lesz bolt. Ne foglalkozz vele, mert csak összezavarodsz. Ebben Godzilla van. Godzilla. Aha. A sárkányos hajóba. De várjál, most ez a régi Godzilla van benne, vagy az új? Tehát még a Jean Reno-s vagy a... Ne, azt a Jean Reno-s, azt felejtsük el. Az egy. Az a Godzilla megszé... Nehekében hoztad a bolt anyósodat. A Godzilla megjelenítésének a... Hogy is mondjam... Megszégyenítése volt. Az a 98-as Godzilla film, tehát ezt hagyjuk. Ez a 2014-es, 18-as fajta Godzilla. Az van, hogy azokat még nem láttam. Nézd meg, azok jók. Ne érts félre, a másikat is csak azért láttam, mert valami ünnepkor otthon éppenséggel az ebéd után az ment a tévébe. Köszi Gabec, a csirt, gumicsirke? Ez valami jelszó? Vagy mi ez? Hello Marci, Szeva. A Golden Lou-nak a... Ez a Unique Upgrade-ja az már elérhető mindenki számára? Golden Lou-nak! Ott egy Soyuz. Nem is tudom így hirtelen. Nagyon jó vagy, Gifid, nagyon jó vagy. Az a baj, hogy mindenki szemben van. Egy kiebb már megint. Egy tűz. Aha. A Katonis az használta is a kis repair partiját. Elindult-e? Természetesen, hogy nem lehet eltalálni 11 kilométerrel a rombolót. Hogy az a szájba tekert mocskos? El lehet azt találni? Uh-huh. Hű, most nem lennék ennek a Kievnek a helyébe. A bosszú. Ez is összeszedi? Melyik marhának van radarja? Katonisznak. Ne, hétszek! Hétszek! Csak bírd ki! Kibírtam. Basz meg! Körben öttem az egészet úgy, ahogy van. Jaj, még egy tűz. Istenem! Elvittem. Szép. Próbálok rálőni a... Simantot? Betakarjuk? Arra lőttem rá, igen. Dupla cickó! Van már nem gyújtunk tüzet. Frigyes meg a Vladivostok, mi a faszom van itt? Mondjuk az a Frigyes, az jó néz ki. Ujjaj. Ez akkor jó van itt. De bazdok, hogy mehettek ennyire csálin ezek a lövedékek? De most komolyan! Te vagy az a cumába, Ajszi? Én. Meneküljünk! Nem értem, mire gondolsz. Futás van. Futáska? Aha. És a sorba lövöm el? Úgy is össze-vissza szaladnak a lövedékek? Úgy is. Mellett. Zsákba futás, falu napkor. Rakadt a dögbe.
lövedék. Volt benne egy darab. Egy darab volt csak a serburban. Hosszú úszt elvisztem. Király. Ez három eddig. Kellene még kettő. Ja. A Rupert azért nem kapott, mert felfogta a sziget nyúlvány. Sajnos. Maradj úgy, Cherbourg, léci. Ó, lagyibosztok, hello there. Ezt te ott komolyan gondolsz? Ú, de telibe kapja. Rósza? Négy tűz. Igen. Az lesz a nyerőhajó. Kiváltan. Jaj, itt egy kagaró. Maradj úgy, Cherbourg. Egy bombázásból négy. Cherbourg, maradj úgy, maradj úgy. Azért az na. Csak maradj úgy, ne mozogj, ne vegyél levegőt se. Most mondtam, hogy maradj úgy. Jó. Megvan az öt. Faszom. Vlagyit meg tudod küldeni neki? Ár is, fordulok rá. Faszom, fordulj már. Ilyen fordulj. Jó, főszpottert neked. A sziget mögött van, és jön előre, vagy csak ott sétál, vagy mit csinál? Jól lát, nem. Jön előre. Jó. Egy valamennyire. Látom, most fog megindulni. Végre, baszka, te se hiszem, hogy de miért kellett együtt szenvedni ezért? Jó, a bagyaliza szerintem felejtsétek el. Torpedóra gondolsz? Aha. Hát az a baj, hogy én lehet, hogy előbb megoldom a sorsát neki. Szegény Der Gross, én meginék három tűz. Szép volt, Ice. Sorry. Semmi baj. Ezzel megtaláltam a kikapcsoló gombot. Hát a kis sibakázink az... Mi lesz ott át, nem? Nem bír el vele, vagy mi lesz azzal? Spirit, mennek felé torpedók. Köszönöm. Sajnos több, mint amennyit szeretnék, hogy jöjjön. Volt be, hogy ezeket a torpedókat Isten igazából nekem akarta címezni, Gifid. Ja, nem jönnek el idáig. Akkor nem szedem össze. Jó, Kagero meghalt. Jézusom, 15 ezeret bombáztam bele ebbe a vacakba. Amúgy a Golden Löv szerintem egy alulértékelt hajó. Nagyon kevesen használják. De ég rajta a tüzem, hát ne szórakozz már. Igen, hát én tudom, hogy ez egy nagyon jó hajó. Nem arról beszélek. Égett a tűz Prince Ruprecht-en, és nem sebződött. Ja, én vittem el torpedóba. 300 HP-vel ott állt. Igen. Hát annyi volt benne. Tizenhárom tűz, mindjárt jobb, mint a három. Nem sokkal, csak egy picit. Mhm. De szépen szétszórtad, egyem a szívedet. Arról a Xinyangról nincsen infónk, ugye? Legutoljára középen volt. Hát, azóta nincs. Ez. Aha. Na, elviszed? Elviszed, jól van. 30 torpedóból csak eltalálta. Voltak kétségeim, de... De meglett. Baszdmeg. Őt szitkót lő, se hiszem. Csak... A Xiang nincs a környéken se. Csak azt nem értem, hogy az ide vezető úton miért kell agyvérzést kapni többször? Látszik valaki? Közül? Én nem. Én se. Én előttem magam is úgyse látszottam. Szerintem lement búvárba. Vagy a két kepp között van éppenséggel. Ja, lehet. Közted. Lehet, hogy ide jön amúgy.
Mert szoktak onnan átjönni, ide az arra. Senki nincsen spotom? Ez felettébb érdekes. Mindegy, kepeljetek be, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Rendkívül fura. RPF-ja van valakinek? Nincs. Baszki. Hova lett? Sima küldött torpedókat. Aha. RPF alapján küldte volna? Lehet. De én nem vagyok, hogy mindig spotom. Én már lassan kijövök a sziget mögé. C-be van benne. Bement C-re! Az meg. Mindegy, leperogodik. Ez sem a küldött igen torpedókat RPF alapján, csak van közte egy hegység. Hát, meg egy pár kilométer. Igen. Hello, Ice. Hello. Nem találtam el. Ez egy jó csatorna. Ez legyen satisfied. Na, mert beadtad a... Ja, én is arra nyomtam. Mert beadtad az öt darabot, végre! Az öt darabot végre beadta. Szavasz, nyúz, szavasztok, hello, köszi a rédet! Öj, dupla agyvérzés után, meg... Nem is tudom, mit kaptam még? Valamit kaptam még. Agyfaszt, meg hasonló dolgokat, elnézést. Most akkor ez megvan? Mert nem írta, hogy megvan. Jó, most jön a romboló. Tessék kapaszkodni, romboló következik. Lomboló? A lomboló. Hogy ez research pointos. Oh fuck. Melyik? Melyik? Már elérhető a Golden Lou-nak a... Igen? A cucca. Az, ja, igen, az minusz egy konzsoméből, azt hiszem. Nem. Nem. Nincs minusza. Nincs minusza. Ad még egy adag fightert, tehát három adag szőnyegbombázást tudsz csinálni. Nem is ez a merész része, hanem az, hogy 25%-kal csökkenti a betöltésének az idejét. A repcsinek? Igen. Mm. És amúgy, hogyha felskillezed, várjál csak Spirit, mert nekem azt hiszem a kapitányom úgy van, hogy a... Hogy a repcsi skillek... Szóval... A repcsi skillek vannak rajta, és ráadásul nekem a Michel de Reuter van, tehát a csillagos kapitány, ami alapból még mínusz 15%. Tehát nekem a repülő, az kérlek szépen 68 szek a töltés. És azt hiszem, hogy még a felszerelésben is az van rajta. Az van rajta. Nekem is 68 másodperc, most gondolj bele, hogy nem kettőd van, hanem hármad. Uh-huh. Háromszor lenne egy egységet, hogy betölt. Az 68 másodperc, tehát ha kettőt tölti be, akkor az a 136. Igen. De ugye ad még egyet. Igen. A három egységnek a teljes betöltése lenne olyan 204-6, valahogy úgy. Igen. Viszont ugye a negyedét elveszi ennek a betöltésnek. Szóval az úgy nem rossz. Szóval akkor olyan, hogyha 200 másodpercre kerekítünk, akkor olyan 150 másodperc alatt van meg egy, vagy mi a full a három töltés. Az azt jelenti, hogy olyan 50 másodpercenként tudsz egyet bombázni.
Az teljesen jó. A 70 helyett, és úgy, hogy 3-ad van. Tehát 3-ig tudod felgyűjteni. Igen. Az teljesen jó. És ugye most itt a 2 tölt be 140 alattot, meg a 350 alatt. Uh-huh. Amint a 3 darab. Szóval ja. Még parasztnak hangzik. Igen, azt csinálom, a dockyardos küldit, mert az előzővel el vagyok maradva. Mert rohadtul nem akarta adni a citadellákat, a játék. Meg hát még kell kepet csinálni. 6/15. Ja, megvannak a cruiserek. Aha. 9-et. 9-et kellene még csinálni. Lombalóvále. Hmm. 30 000 basic speed csata, ha jó van. Aha. Tehát az grindolni kell. Most tudjálok, hogy mit kéne behozni. DD-vel 25 000 basic speed kell szerezni. Sokkal jobb. Ezek most ilyen grindolós küldik. Rezetelek ki egy ágat, amiből megvan a szuperhajó, akkor a szuperhajót is elveszik? Nem. Megmarad. Az megmarad. Szuperhajó megmarad. Tehát nálam a sima Kázeág... Akarnék reszetelni, csak kérdeztem. Mert nálam a sima Kázeág, tehát azon van rajta, azon stackelem a szorzót, és ugye ott megvan a Yamagiri. Uh-huh. Tehát nyugodtan bonsd vissza, hogyha vissza akarod. Akkor a halál. Örülök, hogy ki vannak úszva. Oké. De hogy hallod, még a végén bebugol, azt elvesztem az egész ágat, hülye vagy. Ja, mondjuk igen, te nálad nem tudni, hogy működik, mert se armorit, se dockyardot. Ja, amúgy meg hol váltsam be a pontokat, nem tudom, mert nem tudom megnyitni az armorit. Igaz. Ez a faszit az. Ami mikor lesz elérhető? Nem tudom, de azt én is várom már. Szerintem az előző patchben volt az aukció, igaz? 13.2-be. Azt hiszem, igen. Hát, akkor szerintem a következőben jönni fog. Általában... Igen? Általában 2-vel utána szokták feloldani. Tehát volt 40 millió kreditem, amikor elkezdtem várni, most van 80,5 millió. Mhm. Uh-huh. Az jó. Az határozottan jó. Ja. Mi a spotomenze? 5-8. Nincs ott a kisebb. Jüri, hanyas te. Ez is 5-8-as. Ara. Jaj! Egy grozsi volt. 6-2. Egy grozsit? Aha. Ennek most valamit pusztoltak a torpedóját. Végül is! Akár azt is be lehet. Ó, Istenem, ez annyira csúnya ez a... Nem szeressem. Ezt a Master of World-os skint. Pedig a grozsira azért lehetne valami normálisat kreálni, szerintem. Jó, van füstöm, van ezért. Jó, jövök a grozsival. Igazatok van. Azon van minden is. Azon minden van. Hozom is. Rég hajtottam meg. Ó, 2 csillagos hajó. Mehetünk. Meccs után akkor mennek be, srácok, a CC kulcsok. És már megint piros a bit sebességem a Twitch szerint. Rendben van az adás? Nem szaggat, nem aggat. Nem köhög, nem befög. Rendben van. Akkor jó. Hangot igaz nem hallok, ugye? Mert elég egyszer hallgatni itt a Discordon. Dimitri, ne trollkodj! Eki, kimenjek neked segíteni? Hova? Hát vagy te hova akarsz menni? Ja, figyelj, nekem a kepa lényeg jelen pillanatban, de ha gondolod, gyere! Lényeg az, hogy nem maradj ott középen. Nem állt szándékomban. Hülye vagyok, de ennyire nem. Nekem orosz kislány van a... kapitányként.
Hát érdekes lenne egy orosz hajóba egy amerikai kislány. Lehet, hogy volt a történelem során ilyen. Icy és Spirit picit halk. Pedig nem nyújtam hozzájuk. Engemet ne is fogdossál. Na. Tudtam. Már amikor kimondtam, akkor már tudtam, hogy ez lesz belőle. Pedig Spirit, hidd el nekem, a Heki nagyon jól tud. Ja, arany keze van? Bocsánat, mi van? Semmi, engedd el. Ne is foglalkozz semmivel. Nem rólad beszélünk. De igen. Ez az. Royce-en azért jó leszám, hogyha beállsz ide, drága testvérem, Royce-eneddel. Gyere, állj oda! Állj oda, nem fognak bántani a torpedók, tudsz másodlagossal dolgozni, tudsz lőni is. Állj oda be, testvérem, gyere! Oda álljál be, majd én spotolok, világítok neked, én eszek bazd meg a... Fákja. A legfényesebb csillag az égen, ahogy a Rammstein megénekelte annak idején. Ott van egy Lajos. Jó, van még ott. Szegény Lindemannak mondjuk azóta lehet, hogy egy picit elmentek otthonról. Sose volt az normális, de nem is... Nem is, hogy is mondjam... Volt az nála opció, hogy ő normális bármilyen szinten is. De viszont amilyen zenét csinálnak? Nem tudom. A szóló... részét, amit ő így egyedül nyomott... Az egy kicsit elborultabb, mint a Rammstein-es cucc. De igen, mert volt, igen, neki volt valami szóló cucimucia is. Hát az nagyon... Hogy mondjam szépen... Hardcore. Igazad van, én is a vízbe lőttem volna. Én meg benne hagytam volna 700 HP-t. Instant motor, instant gyújtás. Az megőrülsz. Apám az shift-tal del volt. Melyik, hogy nem lehet szitad el lehet lőni? Azt a rövid lövésemet, a francessen bele. Vigyázz, mit kívánsz. Már gondolkoztam rajta, mert ez a mikrofon, ami nekem van, ez jó arra. Csak át kell kapcsolnom a módot. Ja, éjjesz-e már? Igen. Fú, egy jó kis műfűnyalogatás. Mmm, Műfűnyalogatás! Műfűvet szeretném, azt tudok szerezni, hogyha gondolod. Hallod, Heki? Láttam. 7 citrát lőttem zsinórban. Jó, örülök neki, és gratulálok, ügyes vagy. De azt nekem csatahajóval kellett, tudod? Ja, értem. Ejszín, majd ha rájössz a Zedinburgra, billentenél egyet, mert... Túl nagy hozzá a kaliber. Gyere Elzász, játsszuk le, gyere! Így jó lesz? Be van készítve a torpedóm, gyere! Gyere, játsszuk le, gyere! Hosszába Citadella, csatahajóba. Csókolom. Azt hílelt ki a Duncaneddel. Közé, mert ezt nem engem néz. Nem is rám lő. Fék! Gáz! Lelőd el a motorom, bazd meg! És egy adag elméletileg elég lesz. Így van. Höhöhöhöj! Nem engem lőni. Hello. Most mondom, hát... És eltalál, bazd meg! Már rég nem vagyok spoton és... Ez minek a torpedója, és hogy jött át ott a két csatahajó között alatt? Aha, értem. 18 000. Megvárom a kepet, aztán mozdulok. Meg kell a kep. Na közben megy a izém. Ég haragja torpedózott így ide. Spot damage. Ú, jön az állende! Az viszont gond, az radarozni fog. Aha, persze. Jó, oké.
Öcsém, a két csatahajó alatt átjöttek a torpedók. De az enyémbe az ébe leakadt. Megvan a cap. Tűntünk egy kis AP-t, mert az Allen de azt szereti. Elméletileg lehet, hogy be tudom ütni. Ez mesének nem volt rossz. Huk már, multibár, és passzik már egyből rám fordult. Te szemét. Takarodj. Ott a Cisco. Azt már nem adja be. Picsába pattan, de fordult. Segít. Felépítményt. Esetleg. Jó, megvan. Jöp! Ez az, mondjad csak így a szocialista nyelven, nem mondjad. Füst. Takahasi. Jaj, de pontos vagy, hogy... tegyenek a kopaszok közé. Azaz, ezt csak jól mondtad. Enemy cruiser suck. Jaj, nem látunk semmit. Ja, figyelj már, Heki, nem tudod ki van romboló valakinek spotolni ki? Tessék, ott a spot. Köszi. Ezek én spotolok, én bassz, tudom, én a dolgom. Csinálom én. Nyom én! Bassz! Ez amikor így beadja a dolgokat, akkor azért visszajön a kedvem. És egyik sem volt lék. Szerizumó. Mondjuk azért azt megnézném, hogy hol rájött. Te le akarod rombolni azt a... Nem, le akarom előzni. Te ez nem a forma egy. Ja, bocs. Megtorpedozza. Azok a torpedok hogy jöttek ki belőled? Hogy jött volna? Nem, ne érts félre. A négy torpedót azt egyszerre küldi el egy állványból. És én nem kijött belőle kettő? Szünet? Nem sok egy olyan nyári meg egy téli összevonva, aztán kijött belőle még kettő torpedó. Ezt lehet úgy hívják, hogy lag. Egy jó erős kis kövérlag volt? Dehogy is. Nem? Hova gondolsz? Ebbe a játékba. Olyan lenni. Kérlek. Ez egy jó kör volt. Counter-Strike-nek a szerverei elbújhatnak ez a játéknak a szerverei mögött. Gondolom. Na. Akkor most jön az, ami még nem volt, és akkor tartunk is egy bioszünetet. Mit szóltok hozzá? Mit akarsz 8-as anyahajót hozni? Nem, most rombolókat hozok, mert meg kell csinálni ezt az istenverte rohadt kepeket, mert látod, hogy is milyen nehezen megy, mert egy meccsben csak szinte egyet tudok behúzni. 10-est akarsz hozni? Nekem mindegy, mehetünk kisebbel is. Kérdeztem, mert akkor jó, maradjunk tier 10-be. Na egyébként viccet félretéve, tehát hogy a Cségónak a szervereit, meg a Counter-Strike-nek a szervereit szidják, hogy csak 64-szer ellenőrzi másodpercenként, hogy hol van a játékos, meg hol tart a lőszer. Azért a Wargamingnél 7-szer. Már amikor összejön. Igen, erre ráférne egy frissítés. Gyerő teljesen. Ha egy jobb játékos, mondjuk egy streamer kifog egy ilyen szervert,
Akkor egy olyan negyed óra korva a nyelzes közepette játszik. Aha. Igen, igen. Srácok, permafestés, az első, ami kiment, és a következő az pedig ecobusz lesz, hogyha megtalálom itt a... meg van. Összekeverednek majd a dolgok. Így. Ugye ezek még a Golden Week-es festések, ami szerintem viszonylag jó néz ki, úgyhogy tessék lecsapni, rá elvinni. Így. A perma festést mindig félreértem. Mert olyan vagy Ted, mert olyan vagy. Mert te olyan vagy, hogy félreérted. Na, kollektív bioszünet, vagy maradtok beszélgetni? Azok már elmentek szünetre. Én itt vagyok. Ja. Én is itt csak vártam a többieket, hogy hátra megszólalnak, de nem jött össze. Szóval, maradtok? Most ezt direkt csináljátok, igaz? Igen. Igen. Nyugodtan kikapcsolhat. Szerintem is az lesz a legjobb. Mindjárt jövünk, srácok, pár perc. Az eszem megáll. Az eszem megáll. Na, pár perc jövünk vissza. Hopp, kiment a... aminek ki kell, hogy menjen, és ezt így is hagyom, mert így jobban látszódik. Sietünk vissza lassan.
Újra itt. Elhúskacok. Na, elvitte valaki képernyőről? Izgulok, mi volt benne? Kapcsolom vissza stúdiót. Hello. 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 Többiek? Nem tudom. Hurkalé. Hurkalé, jó. Ted, amúgy most rohadjak meg, de egyre gondoltunk, mert valahogy valamilyen úton, módon meg fogom azt csinálni, hogy azt a részt kivágom abból a filmből, amikor elmegy a tárgyalásom, vagy nem tudom, hogy mi az, konferencia, elmegy vizelni, és ugye be van kapcsolva a mikroport, és mindenki hallja, hogy húgyozik, és a háttérben azt fog szólni. Ez melyik film? A csupaszpisztoly. A Frank Drebin, tudod, amikor valami konferencia, vagy tárgyalás van. Paródiából egyedül a nagy duranás 1-2, amit szeretek. Az összes többit azt nem. Nem az én világom. Ez olyan, mint a horror. Nem tudom megnézni. A horror az unalmas nekem. Aha. Tehát a paródia az meg erőltetett. Uh-huh. Sokszor, sajnos. Bár a csupasz... Ettől függetlenül biztos nagyon jó film, csak jó. Engem... Jó. Ha hiszel nekem, akkor nézd meg. Szóval valaki elvitte, ellenőrizted. Oké. Okay. Jó, oké, okay, Marci, hát akkor leveszem, hát azt akkor... Jó ég tudja, hogy ki vitte el, vagy mi volt benne. Hát ez van. Na, akkor leveszem. Mert nem látom, hogy valaki írta volna. Na! Szondja, hogy... Milyen volt a grozsó? Jó. Az jó. Grozsó az jó, az mindig is jó volt. Legalábbis én úgy emlékszem rá, hogy ez azért az... Na. Hozza azt, amit kell. Úgyhogy hozom is megint. Továbbra is gyűjtögetás lesz, Spirit? Nem, Basic Space is van csatahajóval. Ja. Jó, akkor... Hadd szóljon, hadd menjem. A Saint Vincent is annyira egy alulértékelt hajó egyébként. Igen. Hát ugye a Duncannek meg a Saint Vincentnek ugye egy részét nem szabad mutatni, a seggét. Mert ugye a segge az nagyon karcsú. De viszont ott azok az ágyúk, meg az a meglepi torpedó, ami majdnem 30 ezret sebez. Megint itt hagytak egy hülyével, de jó. Na. Majd lesz valami. Kérdés, ki mi a terved, A, vagy jössz be középre? A. Te is gyere A-ra, mert ott a B-t azt meg szokták nyomni. A? Jaj, erről az jut eszembe, hogy ezek a B-t meg szokták nyomni. Ez a önmaradna a feleségével, vagy B. B, igen. Igen, csak a B-t meg szokták nyomni. De ezt tudjátok, hogy mibe volt? Meg... Rémrendes család. Úgy. De most mi lenne, ha... Jó, oké, menj el a másik irányba, akkor rohadjál meg. Gyere le te is, Gifi. Azt csinálom. Butítottak ezen a hajón? Nem, a csapattársainkon butítottak. Nem. A Saint Vincentnek, én úgy emlékszem, hogy kisebb volt a spot range-e jóval, mint 14-6. Igen, nerfelték a spot range-ét. De miért lett nagyobb a spot range-e? Nem tudom. Ez meg. Nem tudom. Én nem tudom, hogy ezen a csúszkán soha nem lehet. Azért Józsi, akkor bemegy B-re. Hadd menjem. Tehát a Montanából, ami a mozgékonyságáról híres, csináljunk egy lomháb hajót, mint egy Yamato. A Saint Vincentet, amit szétlőnek, tehát jó neki, hogyha esetleg néha el tud tűnni.
adjunk neki egy full concealment buildnél 14-6-ot, ellentétben egyébként egy kremlindel, ami fizikailag kétszer akkora. Sapajev, radar. Majd 14-6 a concealmented. Aha. Igen. Ne csináld nekem 14 egy gyomából. Erről beszélek. Most mondom, a számmal, az arcomból most jön ki a hang. De legalább lepattant a 457-es a csapajérből. Rossz. És szerintem oldalba küldöm a Sherburgot, vagy nem, mert eltűnt. De lőttem rá két orvepent. Ó, bassza, be van kapcsolva a légvédelmem, jajaj! Hello, azt most hol van az a híres törtőbek karmor? Csapajev, lehet, hogy indított egy radar, de nem vennék rá. Igen, meg. Igen, radarozik. Kapott egy torpedót. Na, mindjárt elmúlik. És bazd meg! És csak betalál, de nagyon csúnyán. Eddig három találatom van, mind a három overpen. A sörmen meg elkezdett sziget mögött bujkálni, de jó? Én most így befüstölöm magam. Az oldaladra nagyon vigyázz, Spirit. Melyikre? Hát a felekedre. Vigyázz a popolódra. Hol egy állat vagyok? Szerintem lassan híleljünk egyet. Hello Mario, szeva! Terpédi! Azt mondta, hogy terpédi. Azért megnyugodtam volna a Bariseli üve egyébként, de... Az leég. Na, fordul kifele az Z-ten. Ott, látod a ICB van ott, Bén? Látod? Nem, nem is érdekel most. Nem tudom ezeket a 457-eseket így, nem... Szia, Sherburg! Azt úgy leladíroztuk. Menj már ki a kepkörből, vagy pusztulj már, vagy valamit. Nagyon próbálkozok vele egyébként, esküszöm. Jó. Szép. Nagyon nehezen ment. Jön egy Riskó. Riskóf? Egy Riskóf. Maradok itt. Persze, hát előtte esély le, hogy ne, hát nem azért célzok. Ja, kirakta szerinted a sziget jelet, úgyhogy két lőszer ment el a 9-ből? Nem. További meglepő híreink közé kéke fűzölt komolyan. És a víz az néha tudja produkálni mind a kettőt, akár egyszerre is. Valahogy olyan érzésem van, egy picit, nem nagyon, csak egy picit, mint hogyha ebbe a hajóba lehet, hogy nincsen kapitány. Nem csekkoltad le? Nem írta ki, hogy nincs benne. Aztán azt hiszem, nem nagyon szokta. Aha. Jó. Megvan a keep-cap. Irány B. Jó, kiszedted a radarjukat, az nagyon jó, Icy, nagyon jó. Jobbról lenne jó, hogyha le tudnátok szedni rólam a Richeli 5. Dolgozok az ugyan, csak a tudod, a Short Fuse Brit AP. Az overpaneli hosszában a csatahajó. Csak mondom. Nem értem, mi a problémád vele.
Hát a short meg a fuse, ez a kettő szó, ami nem értem, hogy így hogy kerülhetett egymás mellé. Torpedó jobbról. Bassza, hogy milyen torpedó? Jóhaj! Repcsi! Au! Nem, csak overpen. Jó, azért elvittem. Zsír. Akkor megpróbálkozok. Árlemmel. És rávárok, hogy kijöjjön. Ha így folytatja, lehet, hogy nem kell elvárnod. Jó, helyes, helyes. Ó, van ott egy Bismarck is. Kihangsúlyoz, nem ismételtelen, short fuse. Annyira short volt, hogy nem ért rá penetrálni egy cruiser. Ó, a faszom, hogy a rohadt szigetbe, bazd meg! Ki a Bismarck? Na, a szép volt. Megoldottam. A szép volt. És most megfogtad a Bismarck is, és akkor annak is mehet a short fuse, ugye? A hosszába overpenelés művészete. Kifejlesztettünk egy ilyen short fuse épét. Odaadjuk nektek. Annyira jó. Annyira jó, hogy nagyon. 5 overpent lőttem a Bismarckba hátulról. Ja, egyszer jövök be Yamatóval, akkor is citod el a baj. Mi az Isten ciklon van? Nem örülsz neki? De. Nagyon. Hány overpent volt? Hét. Tehát most ezen fogunk versenyezni valószínűleg. Ugye Bismarck roadside-ba kibír nagyobb overpen halmaztalanul. De tényleg érted, mikor megnézed róla a kampány videót, hogy ahogy direkt a cruiserek ellen kitalált, hogy ne legyen annyi overpen a düző, ilyen short fuse, hát kicsit nehezebb a csatahajóba a citadellát lőni, mert nem megy be annyira mélyen a páncélbe, és így Értem. Ha, a magi. Arra az amagira se kell már rálőni. Erez meg hát mind. Kurozsa vagy torpedó. Ó, két kepem lesz, el se hiszem. Nem látom a gifitet, hogy lő, érted? Nem látom a hajóját, csak azt, hogy így mennek a lövedékek, de most már látom. Lőttem egyet vakon. Ó, beszarsz, és ott a citadellám. És másodlagossal lőttem meg. Hallod? Semmi más. Én is lőttem négyet. Azt, hogy ne lássam azonnal a citadellát. Lehet, hogy csak zavar a látásod. Az. Használd a velőt. A velőt. Szerintem ez az űrgoly hókba volt. Meg lehet. Meg lehet, hogy hókba volt. De, van benne kapitány, csak... És 21 pontos is. A hiba az ott van, hogy nincs elosztva ez a 21 pont. Egyáltalán nulla? Nulla. Zero. Mario, van 10-es hajód?
Mert ha van, akkor írjál rám, beinvellek, és akkor mehetünk. De van egy kiadóhely. Na. Azt mondja, kérem szépen. Ezt is alig lehet látni meccsekbe. A Delnit. Na, így ezzel a 13-1-jel már jobban tudok egyébként. Mozok egy kokit. Levitte 13-1-re? Hát így, hogy kiosztottam a kapitányt így már azért. Ja. Ja, mert akkor szar volt a kapitányod? Nem, benne volt egy 21 pontos kapitány. Hát benne is van. Az a 21 pont nem volt elosztva. Csak én elkövettem azt a hibát egyébként, hogy ugye volt most a kapitány skill újraosztós móka, és mondták, hogy van ott egy gomb, azt nyomd meg. Na hát én megnyomtam azt a gombot. Igen, és? Na. És két mondattal volt alatta, hogy az összes kapitányt reszeteli. Egy baj van, 350 akárhány hajón van, nem lapozgattam át őket, hogy melyiken akkor most hogy van pont. Ja, hát... Igen. Uh-huh. Úgyhogy ebben most így beleszaladtam ebbe a kukiba, kukikába. Igen, mert 13-1-re lehet levinni. Ja, kapitánya. Jól van, Nyuszi. Szia, Nyuszi. Jól legyél, Nyuszi. Marcit olvastad? Értem, Marci. Értem. Értem. Uh-huh. Ezt ilyen jós könyvből így kiolvastad, vagy ez... Mert nekem van olyan filcem, hogy én, hogyha ráírok a bőrödre, az csak le fog kopni valamikor. Akkor olyan helyre írjál, amit nem túl sűrű dörzsöl. Mert ez egy olyan filc, amire amit a disznókra meg a marhákra szoktak írni. Tehát konkrétan ugye... A folyadék, tehát hallod, hogy lötyög benne a folyadék, tehát olyan durva. Most megint tudnék reagálni, de inkább nem teszem. Mert már megint most mit mondtam? Nem, te rá, én inkább nem szólalok meg, jó? De veled kapcsolatos most. Ja? Akkor jó. Na, üzd nálunk, Mário. Behozom ezt a Deánit, srácok. Már nem tudom, hogy ez is miért olyan... Kegyvesztett ez a hajó. Megnézzük, hogy mi a rosszabb baja van ennek a hajónak. Szláván? Hát nem vagy gyanús. Még egyszer beszagadhatta az interneted a gifét? A Szlávánál nem volt gyanús, hogy miért nem játszanak vele az emberek? Nem. Ja, jó. Oké. Nem. Hát most meg kiderül, hogy mi a... Van a hajóddal. Gyere addig mással, Gifid. Hogy jöjjenek kurfűzte. Legyünk... Briefben elküldtem neked DC-en ki, hogy mire gondoltam, és ezt nem akarom, hogy... Rugalmasak, igen. Élesd be. Értem. 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 Hozd még egy rombit te is, vagy cirka? Vagy nem szeretem? Két állon gondolkodok. Petró? Majd rajzolok. Nincs Petrót. Majd rajzolok, Jézus.
Én kérek elnézést, ne haragudjál már meg, na hát... Itt volt már az ideje. Bocsássál meg, hogy ne haragudjak, jó? Tehát, na. Semmi gond, nem haragszok. Zászló van rajta. Jó, akkor hadd szóljam. Húha, ez nagyon sokat gondolkodik, ez baj. Jó, domination, oké. Okay. Én nyugodtam. Na kérem. Hanyas ezen a... 130-as. Mi életben mindig középre, ott hagyjunk meg. Hát mert érzi, hogy... Na. Igen? Hát nem, nem tudom, valamit érez veled kapcsolatban. Hogy nincs doktárja? Akkor én lemegyek Spirit meg Ice mellé. Jó. Megsértődtem. Ó, Istenem! Édes úr, zsepit adjak esetleg, vagy? Nem akarok hokizni, köszi. Én a normál használatra gondoltam, de figyelj. Jó. Ide állj be, Mário, ott jó helyen lesz-e. Elméletileg, és akkor próbálok világítani. Bár ez a 7-4, az... meredek. Nem is értem, miért adtak ekkora spottávot. 7-4. Kivették a kabaroszkot, mint mini cirkáló, érted? És akkor lecserítek szinte ugyanolyan hajóra, csak egyre kevesebb torony. Rosszabbra. Kevesebb torony van rajta. Ja. Tehát ez így... Én sokszor nem értem ezt a logikát, amit csinálnak. Jó, de a Kabarovszk is azért mielőtt kivették a játékból, azért előtte rendesen tönkretették el. Igen. Vettek el a lőtávot, vettek el a gyorsulásából, vettek el a kanyarodásából, abból a legtöbbet egyébként. Igen. Ugye megbüntették azzal, hogy rá nem csak overpent lehet lőni, hanem frankó megakad benne a lőszer. Igen. Semmi komolyat nem... Tehát, hogy nem bántották a taj. Te Karcsi bácsi? Ja, megzavarjuk őket. Ez mi az, hogy többet lehet sebezni bele, azt már talán visszatentem. De jó, értem. Ennek is elég szar a kanyarodása annak a Delninek, ami azt illeti. De hogy... Most már érted, hogy miért nem szeretik az emberek, ugye? Aha. Pedig akkor, mint egy Z52, tehát... És tessék, meg is kaptam a spotomat. Egyszerre odalépsz, hogy lőnek. Ó, nem találtak-e? Nem találtak-e? Mi a fasz? A lézerágyuk nem találtak-e? Áú! Most picsán lőttek. De jó, hogy mindenki kikerültek, baszik a torpedóim. A rossz se... Vigye le! Radar? Mi radarozik itt? Mi van itt? Az Allende? Az Allendét lőd! Mario, az Allendét! A mocskos radarja miatt lőd! Ne menj be! Ne menj be, Mario, ne menj be! Szép volt, kaki is csinálta. Köszi. Jaj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 
Az szép volt. Az is szép volt. Átállunk HR-re. Nagyszerű, végignyomtam az összes gombot a billentyűzetem. Megtaláltad, amit kerestél? Lengyel nevet akarsz adni magadnak? A magik.
Amúgy előtt belőttem a vízbe 5 km, úgyhogy korlátot céloztam, tehát nagy baj nincs az. De ne olsd majd el rajta a tüzet. Hidd el, hogy ez nem. Az így hújtottam. Érzékelek ám itt némi laggot a játékban. Mi az ördög van? Semmi, hát 64-szer érzékeli egy másodperc szerver, hogy hol van a hajó, tudod. Aztán ez megterheli. Azt tudnám, hogy hogy lövök hosszába a csatahajóba. Robertben 10 vonalon. Ahogy... Mi az, csak penetration volt. Húha, hát ez gond. Mondtam, hogy ne menj be, Mário, mondtam. Be a monarokba se építettek citadellát, hogy nyilván? Nem. Tényleg, nem. Mindegy, torpedó megoldja valószínűleg. Nice. Igen, elég csúnyán szór. Ez való igaz. Meg az csak 10 kilométeres torpedó van rajta. Én azért 12-t azért feltettem volna rá. Egy alsó hangon. Bazd meg. Nekem nem az jutott eszembe, hanem a torpedo protection hit. Na jó. Bismarckot elnyelte a föld, víz, minden? Na azért. Ó, és csak egyet szedtél össze, hogy... Persze, én is belőltem volna a izébe, a szigetbe. Jön vissza karcsika. Ú, ez fájni fog. Jó, mi, hogy befordul? Befordul, nézd már. Basztabba raktak citadellát. Se. Jó, akkor megnyugodtam. És nem gyulladt ki. Na szedd az gyorsan onnan. Szia, Harlem. Megjobb lenne, hogyha nem ennyi HP-val mennék rád. Jó, az Oaklandben azért már volt. De el lesz szerencsére. Kétszer van, nem szerencsé. Persze! Anyámat nem akarod a konyhából kilőni, bazd meg! Hát ez... Apám! Azért beszarsz. Lepattantam egy Oaklandről. 4-57-es. Csoda, hogy kigyújtottad. Rohagyj meg. Ez tényleg egy... Ez egy gani ez a hajó. Az ilyen tűzre vele. Na most már érted? Mhm. Uh-huh. Nem gyújtja ki. Nem gyújtja ki. Bocs. Bocs, Spirit, nem akartalak. Ó, itt egy hálam. Egy ideje ott van, csak... Én se találkoztam. Jó van akkor. Áj, még kepem! Így még kepem se lesz! Ennek majd ideje volt. Ó, császmától is engem lő. Így még kepem se lesz. Faszom beleverem. Erősek a torpjai? Hát túlozted. Az a 15 ezer az nem... Az. Na, rékoset. Nem mondanám erősnek.
66 csomó, meg 15 ezeres sebzés. Ez picsa füst. Skacok, várjatok már meg, amíg bekepelem ezt a Isten vertecét, léci. Ne lőjétek már addig ki a Kansas-t. Még van egy Charles Mantel is, de oké. Okay. Hát az low HP-s. Meg az... Igen, meg az itt maradt. Jó, akkor csináld. Pedig csak mellé megyek, majd utána jövlem, jó? 50 szek. Megindult felém a Kansas. Igen. Mi? Hát mivel tőlünk fél, ezért feléd megy. De jó. Tizenötszek. Kettő. Egy. Megvan. De van ám szúrása is azért. Na. A hónapban elfoglaljuk még ezt a keppet? Szerintem már sose telik le az az egy másodperc. Na. Érted? Az az, hogy meg reklamál a 3 perc miatt. Az ágyúja azért viszonylag egész jól üt, ha betalál, de amúgy... nagyon... Hát, sebessége megvan, de tényleg nem fordul. Tehát ez a hajó se fordul. Pedig 84-es manőverezhetősége. Na jó, de mennyi a fordulása, érted? Mennyi idő? 5 szek. Fordulókör. Fordulókör az 760. Mhm. Uh-huh. Az nagyon nagy. Az ilyen cirkáló fordulókör, a 760. Nem? Az E52, az 700. Gearing E640. Sima E690. Kicsit az át fölött. Ja, ja. Oké. Okay. Na, menjünk még egyet. Menjünk egy zárót. Új, ezen mi van? Na jó, ez egy gyűjtés alatt áll, oké. Okay. Gyűjteni kell a pontokat. A pontok. Jó lesz ezt tüzet gyűjteni. Ezzel legalább el vannak osztva. Azt mondja... Levesszük, mert most ezt a kettét szoktam használni. Ezt, még ezt. Így. Na. Oké. Okay. Egy jó haja te. Ad szóljon. Lassan meg kell majd jönni a Twitch konténernek is. Hamarosan, előbb-utóbb. Igen, Tónó, elretető példa. Érdekes ez a Delni, ez ilyen... Jó, ha van, de jobb, ha nincs. Mint a szláva. Spirit, mi? Mi? Mit, lemenjünk, vagy... Védjük a bázist. Ó, bazd meg! Ja, hogy keffelni kell. Akkor megyünk még egy kört, kedveseki kedvéért. Hagyja. Talán én is megkapom a konténert. Ja, igen? Aha.
Tudod valamit, én nekem egy negyed órát nem volt hajlandó elszámolni, mert nálam más számítás van. Az érdekes. Na most ugye 3-0-3, és most meg is jött egy perce körülbelül. Azt mondja, hogy droppok. Én most tartok 92%-nál. Hogy az Istenbe? Jó, hát Gifidnek armoria, meg dokjárgya nincs, nekem meg más időszámítás van itt a játékban, most nem értem, mi probléma. Aha. Gifid, én meg fogok majd fordulni. Merre akarsz menni? Hát, középre majd, csak lemegyek egy kicsit, és utána megfordulok, és akkor ilyen elkájtolós középre. Közben meg tűzgyújtogatás. Hát, ha. Spirit, neked valami különleges képességed így a játéka kapcsolatban van esetleg, vagy nincs? Vagy a Twitch-el kapcsolatban? Igen, a Short Fuse AP-val overpen tud lőni. Ja? Például. Egy keresztben álló Bismarckra, de akár hosszában is. Mert ugye azon nincs elég páncél, ami úgy megfognám. Rendesen. Kerültetek vagyok. Neki ugye van füstöd? Van, persze. Jó, akkor itt vagyok mögötted. Akkor füstölök. Még nyugi, még nyugi, még nyugi. Ó, te nyugodt, hogy egyből fordulsz. Jó, oké, jó lesz az, nem, jó, megoldjuk. Gyorsabb volt az ujjam, elnézést. Jaj, nézd már! No. Repülő. No fly zone. Csak gyere közelebb a repülőiddel. Én az. Bátor. Bátor és hülye. Leleved, akkor már megyek is kifele. Visszaspotolni. Dara. Kész vagyok. Erre passz meg, radar. Radar! Ki a faszom radarozik? Megyek, indulok! Oké. Okay. Szerintem középről radaroz valaki. Középen egy Shimanton, de jó. Szia, Harlem. Pont meggyújtottam előtte. Aha, Shimanton megy ott középen. Az mit kapott megvan? Vagy Nebroszko? Ú, ott a Shapajev! Nebroszko, szevasz! Az igen! A Shapajev! Icy, látod? Látom. Az jó. Ú, a másik is kapott kettőt. Az a baj, hogy jön a Shimanton. Majd ezt mindjárt próbálom iktatni. Szia! Magtán az a rész, mikor nem ígérek semmit, mert sárna a stágyú. Vagy beadja, vagy nem. Hát, vagy nem. Jaj, de azért én kaptam egy 24000-est a Yumiharitól. Aha. Aha. És ezzel semmi baj. Na, nem az be egy cickót, vagy valami? Nem, nem ad be egy cickót. Nyugodalmas overpent adja. Hát azt amúgy adja nekem is, érted? Romboló lövedékkel. Kitával vittem. Szép volt. Icy, hogy állsz? Visszafordultál? Itt vagyok, igen. Oké. Oké. Vigyázz, jönnek torpedók. Hát nem is ennyi. Befejeznéd ezeket a 20000-es lövéseket egy nyomvadalom jó miharjukkal? Jó. Öcsém. Pofám leszakad. Éjszak és megoldom a helyzét, Harlemet. Oké. Okay. Shapajev radarozik megint. Mit történt a Márióval? Jó. Akkor meghalok.
Fú, a gépputyú, oda néz. Persze, azért Harlem nem téged lőhájszi, engem. Tudod, ki a nagyobb veszélyforrás? Hát, igen, hát én aztán igen, igen. Hol van a Shapayev? Ott van hátul még mindig. Azért az karrier, hogy 2-10-es hajóval nem bírunk megölni egy Harlemet, mert nem lehet eltalálni. Azért az a 200 HP is OP. Köszönöm szépen. És akkor azt mondja, hogy az ott van. Adj a francba azt a csapa jövet neki. Szerintem majd jön. Megvan, megvan. Jó van. Megharaptam. Mi van ott még? Kansas? Kansas. Amagi? Ja, az két Kansas egymásba? Tényleg. Aha. Wow. Ekkor jövök. Jövök én is, ne aggódj. Az egyik jön, a másik megy. Mhm. Uh-huh. Vagy átvernek minket, és az egyik úgy jön, mint aki megy. Ja, az is lehet. Ah! Itt az a magi! Az meg? Kurva! Ah! Nem vagyok betöltve! Nem vagyok betöltve! Töcsi! Ú, bazeg, és rossz oldalra fordultam. Megvan! Jó, nem baj. Eleresztettem rá a torpedót is, meg izét is. Elvittem be. Én is lőttem neked. Mocskos amagi! Az hogy meglepett már minket? Azt hittem ott lesz hátul! Csak én is valahogy úgy azt hittem, hogy... Jaj, ez fog fájni! Csak feljött, ujjúj! Jó, nem fájt annyira. Lepattant. Majd ez. Én se gyújtanám meg a múl. Beadja. Majd térjünk majd vissza, jó? Amikor majd betölt a képességem, jó? A gépágyú. Betölt a Gatling. Garda mondani, hogy ezt az Austin, nem is értem, hogy miért Austin-nek nevezték el, mert nem Gatlingnek. Az baj, hogy észrevettem, akkor nem figyeltem, hogy melyik oldalra vannak fordulva az ágyúi. És hát természetesen a szarabbik felére sikerült érkeznem. Szóval egy picit fájt a történet, de vittem magammal. Igen. Semmi. Azt hittem overtettem nem kérem. Meghalni. De úgyis hegy mögött van. Totálisan mellé bombáztam, mert... Vissza meg nem lett meg a 300 a damage. Mert úgy döntött, hogy fordul egy 180-at. Mennyi sebeztél, Gifid? 296 ezret. 6 killet. Ügyes vagy. Köszi. Én nem is értem, hogy miért nem játszol a játékkal. Sűrűben. Hmm? Én előttem egy repülőt. Nagyon jó. Forward for freedom.
Hallod? Ahhoz képest, hogy nincs izém... Mizét? Dokiardom, 6-ból 5 mission megvan. Csak átvenni nem tudod. Igen? Édes Istenem! Ezért nem játszok a játékkal. Meg kell csinálni alaposan azokat a szutyibutyikat, ugye, amiket beszéltünk, és akkor jó lesz. Na. Vagy nem. Még egy utcsókör? Igen. Igen. Oké, jó, akkor menjél még egy utcsókört. Konténereket tessék kiváltani. Kicsi konténer, már ugye megvan. Ott landót. Ad ide a... Akar valaki csak a hajót hozni? Mert ha nem, akkor hozok én egyet még. Jó. Így. És 3 óra 93%. Akkor nem csak nálam jár rosszul az óra. Ez érdekes. Én most tartok, azt hiszem 97-nél, talán mindjárt elnézünk. Bocsánat, 98. Hogy a picsába? Azt nem értem. Twitch-éknél is máshogy jár az óra. Hát... ennek sincs valami értelmes festése. Ez nem jó. Ez nem jó rá. És se. Jézus Mária. Gombolóval kellett folyamni. Mindegy. Maradunk enni. Igen, itt a kapitányt ezt kellene még túrni. Fernand Lacroix. Mivel fogsz jönni? Marceau. Behozom a Marceauvicsot. Hogy hozzak füsteset? Vagy miért hozzak? Nekem mindegy. Nem azért kérdeztem. Ja? Mindegy igazából, mert most nagyon tudtuk kihasználni a füstöt, mert gondoskodtak róla. Igen, mondjuk az igaz. Jó, akkor hozom a Marceauvicsot, és akkor hadd szóljam, zárókör. És tessék! Azok az azok a, hogy is mondjam, ilyen eredmény, zászlók szoktak lenni, grindolásra megszerezhető zászlók. Hát ezért azok ilyen jutalom zászlók. Az tulajdonképpen az csak van. Vannak olyan zászlók benne, amiket csomagban, hogyha mit tudom én, valaki vásárol hajó csomagba, akkor kap hozzá felvarrót, meg kap hozzá zászlót. Tehát olyan zászlók is vannak benne. Meg van, amit mit tudom én, meg lehet szerezni, például a rangsorolt, tehát a rang egyért adja ugye a kalózzászlót. Ez ilyen vegyes. Kijövünk C-hez? Aha. Sőt, kimegyek oda eléd. Gifid. Gyere. És megkerülöm ezt a szigetet, mert nem megyek be, hanem itt tudod, hogy a széléről egy kicsikét. Nem mondtam, hogy menjél be, csak gyere. Jó. Akkor jövök. Cápa simogatóban a bejelentetés. Igen. Lehet, hogy ezt a hajót a Wargaming egy kicsit elfelejtettem, mert ezen még a sörös hordó dobálásom. Melyiket? Austin. Hmm. Azért erre se ártan a repülős.
Azért minden nem lehet akarni, a Hindenburgon is az. Nem, az már elméletileg megkapta, nem? Nem, legalábbis volna. Nem, de legalábbis spotter repülőt azt tud küldeni, fedélzetről, de légi csapást nem tud érni. Még mindig? Pedig ma nagyon rég ígérte a... ígérték, hogy a Nyevszki se tud. Tehát egy radar hidró elszerelt mozgékony Volt-Zeiten. Ami tényleg arra lenne a hivatott, hogy akkor tudjon mondjuk felderíteni. Nem. Nem tudom, én abban a hitben éltem, hogy már megkapták azok a hajók is. Mert rég játszottam velük. Jobb 11 ezer orrból. De alá lövök. Szóval egyik hajónak mása. A lövedék sebessége, az íve. Ezt jó helyre hozott, Nebraska. Hello, wife. Hello. Megyek visszavilágítani, várjatok. Ja, fordulok. Nyolc pen, 14 non-pen. Valamit én szerintem a lövedékekkel csináltak. Mert rengeteg a non-pen. Császmáltát én oldalba küldöm szerintem. Rengeteg a non-pen. Túlságosan sok. Az ugye megvan, hogy a botok képesek kikerülni az airstrike-ot. Aha. A játékos bázis igen nagy százaléka nem képes erre. De azért a bot megcsinálja. Meg. Köszönöm, hogy jöttél. Magamit, srácok, magamit. Azt lövöm. Oké. Okay. Ja, hogy és szemből citadelláz. Értem. Áúcs. Le is feleztük a HP-ját gyorsan. Szép. Persze lő, de még egyszer az ágyúmat. Most, hogy így mondod. Van még helyette másik öt. Szerintem elviszem. Jó. Másik. Karcsi bácsi. Karcsika. Látom. Csak még sziget mögött van. Aztán kell menni kepelni. Már az előző meccsben olyan jó sikerült. Úcsász Máter. Végezz ki, gyerünk! Aha, lőttem rá 4 darab overpent. 6 darab overpent. Hol lennék a Charles Martin elejébe? Jó, oké, az jó, megvan, szép. Igen, én is kicsit közeledtem, akkor annál jobban el tudtak találni. Nyere el ki befelé a vizére, Kepre. Jövök, szaladok. Bújj el a sziget mögé, nehogy kilőjön a Leon. Nem fog. Én meg fogok nyugodni. Próbálok segíteni. Otszek, és mindjárt indul a meglepi program. Tudod, a szovjetek azok nagyon viccesek a sinopnak, nem számít, hogy hogy állok. Egy kicsit is ilyes vagy. Ami? Hát ez őrület. Süllyedj már el, bazd meg, hát! Nem tudom, hogy mikor fogtok tudni jönni lefele. Úton vagyunk, többé-kevésbé. Az igen, öt rikos ilyet szállt el. Ő
Jó, kep megvan. Semmi baj, semmi baj. Bocsegi. Semmi baj. Ó, tényleg lesz. Arra küldted a torpokat? Igen. Nem tudom, hogy találok-e. Azt a Zaytennel tudtok kezdeni valamit? Mindjárt fordulok és megpróbálom megtorpedózni. Au. Hát instant fordulja kifele, bazd meg. Instant fordulja kifele Zaytennel, akármit. Hogy mi az, ki ez. Akkor nézd csak, akkor rohagy meg. Ék! Jöjj már be! Szép! Jó, a Zaytent megoldottam. Jó, megpróbálok átruhanni B-re. Gyerünk már szó, fordulj! Kérlek. Erről van szó. Ó, bazd meg! Előre! Tényleg jön a vihar? Á, kettő! Igen! Jön a sziklón. Ha, hova, semmi baj már jó. Hát... Jó, sinopot is megoldottam. Meg kell tanulni. Nem megy egyből. Fogadjunk, hogy ennek a buzi hóknak is van torpedója. Van. Van. De jó. Mindjárt bombázom egyébként. Nézd csak. Nem kell. Hát azért kapott előtte 16 ezeret, mielőtt eltaláltad. Jó. Ezt a B-t húzzuk be. Húzzuk be, srácok, léci. Is én messze vagyok tőle, úgyhogy én nem megyek, hanem... Én benne állok. Jó. Megjöttem, Gifid, én is itt vagyok. 30 szek. Nem. Több. Ne lövess ki magad, jó? Nem álszándékomban. Vigyázz, citával. De nem. Egy hajót azért hagyjál, hogy behúzzuk a kepet. Itt jön egy majd velem szembe. A talónya? Uh-huh. Ez közel volt. Jó. Azt mondja, hagyjak egy hajót, majdnem én dögöttem meg. Ez őrület. Őrület. Hát nem lettem volna oda az ujjam. Nem? Nem. Én más sem. Nagyon jó, megvan. Robogok előre, próbálom villantani ezt a lúnyát. 8 kilométeren belül látszódik csak úgy, hogy... Aha, úgy tényleg. Az, hogy 127-es, de lehet átváltok AP-ra. Itt lesz. Jelenleg kapja a bombázást. Mennyi HP van benne? Teli van. Már nincs. Az igen. Tripla citkó. Az igen. Heki, hadd citad el a csatahajóval. Ügyes vagy. Játsz sűrűben a játékkal. Ezt már nem hallotta. De hallottam. Na, mennyi kell majd még ahhoz? Azt mondja, hogy... Dröppök. Három darab kep. Oh. Istenem. Sajmetre megvan. Megvan? Jól van. Mi is köszönjük, Mário. Ja, köszönjük. Na. Köszönjük, srácok. Köszönöm, hogy ismét együtt játszhattunk. Főleg így, hogy most így mindenki itt volt, ugye? Az aszimmetrikus azért mégiscsak jó, ebből a szempontból. Aj. Remélem ezt... Sőt, nem is bánnám, hogyha ez benne maradna a játékba. Véglegesen.
Hát igen. Igen, mert nem kóp. Mégiscsak. Mhm. Hát igen, itt azért még előfordul a sikerélmény. Ha lehet ezt így mondani. Na, jól van. Hát akkor azt a három kepet majd ezt én behúzom, valahogy meg lesz, és akkor lehet lépni a következőre. Sikerélmény előfordul, egyet vesztettünk. Ja. Hát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-t nyertünk. Jó, az szép, az jó. Előfordul sikerélmény, ja, én is úgy gondolom. Skála kóp, azaz. Azaz. Skacak, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk majd YouTube-on. Ez vasárnap volt formájában kikerül szintén a YouTube-ra. És így nagyjából ennyi. Skacok, köszi nektek is a szakaszt. Köszönöm szépen Spirit, Gifir és Icy, köszi. Köszönjük szépen. Mi köszöntük a lehetőséget. Hát... Ja. Jó út. Jó, jó. Holnap találkozunk. Szevasztok, ciao.